Köszöntöm nézőinket, Önök a Terézvárosi magazint látják. Műsorunkat az Ez történt a héten című összeadásunkkal kezdjük, és a kék hírekkel folytatjuk. Önkormányzati perceinkben a rendészeti feladatok Terézvárosban lesz a témánk, Dobos Ágnes, a rendészeti osztály vezetője lesz a vendégem. Ezt követően láthatják Terézvárosi programajánlónkat, majd egy kis imis filmet Terézvárosról, természetesen a programokhoz kötődő helyszíneket is megismerhetik belőle. Magazin műsorunkban 5 témával fogunk foglalkozni. Pápán kirándult a 6. kerületi mozgássérültek egyesülete. Herczlé Rohonyi Olga elnök lesz a vendégem. Természetesen nagyon sok egyéb téma is lesz, nem csak maga ez a kirándulás. A véradás fontosságára szeretnénk fölhívni a nyári hónapokban is a nézőink figyelmét Gyurics Károlynéval, a 6. kerületi véradás szervezővel. Hunyadi téri koncertek természetesen lesznek most is, úgyhogy szombaton este 22-én várjuk a Hunyadi térre az érdeklődőket, méghozzá Pribojszki Mátyással, aki szájharmonikás és az együttesével lép föl. Az érdekesség az, hogy az elmúlt héten Tom Jones-szal játszott együtt, hiszen Tom Jones előzenekaraként lépett föl Veszprémben. A Benczurkerti esték is folytatódnak Szilágyi Majával, erről fogunk többek között beszélgetni, illetve arról, hogy hogyan működik nyáron a Benczúrház, és hogy 150 éves a posta, valamint arról, hogy a Posta Múzeum a nyáron is várja a kicsiket és a nagyokat a Benczúrházban. Meghalt Schubert Éva, Kossuth Díjas színművész, aki Terézvárosban hosszú évtizedeken keresztül játszott, mind a Vix Színházban, mind a Játékszínben. Schubert Éváról, Géczi Dorottyával fogunk beszélgetni. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeadásunkat. Maradjanak velünk! Hét a Terézvárosi napközis táborban. Pápára kirándult a 6. kerületi mozgássérültek egyesülete. Bajzás nyári táborozók programjai Dunabogdányban és Jászboldogházán. 90 éves lett dr. Bán Éva. A Farkas Ensemble koncertje a Hunyadi téren. A Kossuth Díjas színművészre, Schubert Évára emlékezünk. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. A Terézvárosi napközis tábor 3. hetében ezúttal még utoljára kilátogathattak a csoportok az állatkertbe. Ezen kívül voltak a gyerekek a Városligetben, az Ugrálóban és a kerületi sportpontban is. A táborozók egy része görkorcsolyázni tanult, és ismét ellátogattak a Tarzan parkba is. Ezúttal az úszók csoportjának oktatásán forgatott stábunk a Bajza utcai úszodában. Terézvárosi napközis tábor 3. hetében vagyunk, és most a sportcsoportot látogattuk meg. Minden nap járunk ide a gyerekekkel, mi az úszócsoport vagyunk, és a délelőtt folyamán minden nap ide érkezünk körülbelül 9 órára, és vagy egy órát, vagy másfél órát tudnak a gyerekek részt venni az úszás oktatásban. Az úszás arról szól, hogy egy részét a gyerekek rendes oktatás szerűen kapják, és utána pancsipolnak a vízben. Ez történik délelőtt, és aztán a délután folyamán mindig van valami külön program, vagy a Benczúrkertbe megyünk, vagy valamilyen játszótérbe, vagy központilag szervezett programokon veszünk részt. Mert
meséltek nekem, hogy milyen ez a napközistábor, milyen programokon vesztek részt, mi tetszett eddig a legjobban, mi a kedvencetek. Tulajdonképpen, amit a táborról kell tudni, ezek szórakoztató programmal teli, időeltöltés, és több csoport található. Az egyik úszás csoport, van egy olyan csoport, ami csak össze-vissza megy, kézműves csoport, és zenés torna, és mi vagyunk az úszás csoport, és van info csoport. Úszás csoport, mit jelent ez az úszás csoport? Azt, hogy minden nap eljövünk úszni, és visszamegyünk a táborba, és ott minket vár a sok gyerek, hogy játszassunk velük. Szerinted miért fontos az úszás? Hát, hogy elején azért nem tanult meg mindenki úszni, de most már azért elkezdtünk tanulgatni úszni, és ezért fontos a sportolás is. Neked miért? Te miért szereted az úszást? Miért pont az úszó csoportba jelentkeztél? Azért, mert a tanárom van itt, az úszás csoportban, és vele sokat tudunk megtanulni úszni. És amikor valamikor mi bajban vagyunk, akkor azt gondoljuk a fejünkben, hogy mi tényleg tudunk úszni. Meséljetek nekem, hogy milyen programok vannak így az úszáson kívül? Hát, általában ilyen játszótér, állatkert. Állatkert sajnos már nem lesz több, mert hogy úgy volt, hogy 3 heten keresztül majdnem az összes csoport állatkertbe ment. Úgyhogy nyilván úszás csoport így nem egy strandra, mert folyamatosan úszunk. De ami így az úszodában van, az egy úszás oktatás, és a végén általában így játék. Te egy hete vagy itt a táborban, neked mi tetszett eddig a legjobb, mert mi a kedvenc szabadidő foglalkozásod? Hogy ki lehetünk a friss levegőn, és játszhatok meg a gyerekekkel. Azt meséljetek meg el nekem, hogy hová mentek még nyarolni, ha vége a tábornak? Én Ausztriába, és Bécsbe egy hétre, és hétvégén, most ezen a hétvégén pedig Egerbe. Neked hol lesz a pihenés még? Na, a vége lesz a tábornak 24-én, megyek Dekatáborba, nyertem az iskolától, utána megyek 3 hétre a mamámékhoz, utána meg megyünk Franciaországba. Hát akkor további jó szórakozást nektek, köszönöm szépen! A nyár nem csak a strandolás, hanem a kirándulások ideje is. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Terézvárosi Szervezete egynapos kirándulást szervezett Pápára 30 fő részvételével. A fakultatív programok között voltak, akik ellátogattak a Gyógy és Élményfürdőbe, majd megtekintették a Kék Festő Múzeumot. Ezek után a Pápai Református Gyűjtemény Múzeumát járták be idegenvezetéssel, záró programként a felújított Eszterházi kastélyhoz kirándultak, ahol korhű ruhákba öltözött fiatalok mutatták be a főúri életet. Itt szintén idegenvezető kalauzolta a társaságot. A kirándulás úti költségét a Terézvárosi Humán Bizottság pályázatán nyerték. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz Herzlné Rohonyi Olga, a Terézvárosi Mozgássérültek Egyesületének elnöke. A Bajza utcai általános iskolában nyáron is a diákoké a főszerep,
mégpedig a számos tábori programban, amelyeket nekik szerveznek. Júniusban a Nebulók Terézváros gyermeküdülőjében Dunabogdányban jártak, ahol a szokásokhoz híven igazi nyári körülmények között telt a nyaralás, és még a Szentendrei Tűzoltó Parancsnokság segítségével egy tűzoltó autó is érkezett hozzájuk. Július elején a diákok egy csoportja Jászboldogházán volt, ahol tehenet fejtek, megnéztek egy kombányt, megismerkedhettek a falusi élet szépségeivel, majd ellátogathattak a Jászberényi állatkertbe is. Júniusban ismét a bajzások vették birtokukba a dunabogdányi tábort. Az első héten a kisebbek, a másodikon a nagyobbak érkeztek az üdülőbe. Az időjárásra nem lehetett panasza a táborozóknak. Az első héten olyan szokásos programokat, mint az egyéni sportversenyek, szolgáltatóház, kézműveskedés, kaszinó az idén egy újdonsággal bővítették. A Szentendrei Tűzoltó Parancsnokság segítségével egy tűzoltó autó érkezett hozzájuk. Megismerkedhettek a tűzoltók munkájával, felszerelésével és az autóban található eszközökkel. A bemutató végén felpróbálhatták a ruhákat, a sisakot, és felvehették az oxigénpalackot is. A végén még egy kis tűzoltásra is volt lehetőségük. Jártak Visegrádon, a Péknél, fagyiztak, játszótereztek, kézműveskedtek, és persze kihasználták a medencét, ami az egyik legkedveltebb program volt. A két turnus cseréjének napján egy rövid időre rekordszámú bajzás volt a táborban. A második héten a hagyományos programokat az idén az Apátkúti völgyben tett 13 kilométeres túrával, a Szentendrei szigetcsúcshoz tett kirándulással és Vácnál sárkányhajózással színesítették. Mindkét hét vásárral zárult, ahol a táborozás alatt gyűjtött bogdánykákból különböző ajándékokat lehetett vásárolni. Mindkét csapat szép élményekkel térhetett haza. Július második hetében 18 elsős, harmadikos és negyedikes bajzás diák ismét útra kelt, hogy Magyarország egy újabb tájával ismerkedjen meg. A választás az idén Jászboldogházára esett. A tábor ideje alatt sok érdekes programon vettek részt, megismerkedtek az önkéntes tűzoltók munkájával, jártak Gergő gazda tanyáján, ellátogattak Csaba bácsi tehenészetébe, ahol még a frissen fejt tejet is megkóstolhatták. Láttak gólyákat, bikákat, teheneket, libákat, tyúkokat, és közelről megnéztek egy kombányt. Megtudhatták, hogy nem csak a cefrének van pálinka szaga, hanem a kukoricasilónak is. Pónifogaton és biciklivel fedezték fel a környéket, fürödtek a tábor melletti strandon, és ellátogattak a Jászberényi állatkertbe is, ahol részt vettek a mongúzok etetésén. Délutánonként különböző anyagokból karkötőt, szívószálból állatokat készítettek, és mindenki feldíszíthette saját ötlete alapján a baseball sapkáját, amit emlékül haza is vihetett. Reméljük, jövő nyáron ismét útra kell a kis csapat, hogy újabb, ismeretlen helyet fedezzen fel. Dr. Bán Évát 90. születésnapi alkalmából otthonában köszöntötte Bundula Csaba, Terézváros alpolgármestere, és Varga Lászlóné, az önkormányzat nyugdíjas referense. A jeles évforduló alkalmából az alpolgármester az ajándékok mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. A doktornő számára a gyógyítás maga az élet. Olyan friss erővel bír, hogy úgy érzi, meg tudná hódítani a világot. Pedig egész életében rengeteget dolgozott. Betegei előtt ajtaja éjjel-nappal, hétvégén, és ünnepnapokon is mindig nyitva állt és áll. El sem tudja képzelni, hogy gyógyítani másképpen is lehet. Szerinte éppen abban rejlik a hivatás szépsége, hogy orvosnak lenni nem egy rendelési időhöz kötött foglalkozás, hanem életforma. Azt vallja, hogy a gyógyítás olyan, mint a levegővétel, amit nem lehet szüneteltetni, vagy abba hagyni. Mint mondta,
Terézvárost nagyon szerette és szereti, nem csak gyönyörű épületei, hanem színházai, kulturális intézményei miatt is. Kevés szabadidejében mindig szívesen járt színházba, koncertekre. Erre a kedvtelésre a jövőben az eddiginél kicsit több időt szeretne szánni. Jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek! Július 15-én a méltán népszerű Farkas Ensemble adott fergeteges hangulatú koncertet a Hunyadi téren. Ezúttal a Farkas Ensemble nem csak a zenekar tagjaival muzsikált, hanem még a zenekarvezető Farkas Sándor édesapja is szerepet kapott a nagy bőgő mögött. A Terézvárosban élő Farkas Sándor és zenekara repertoárján a tradicionális cigányzenétől a népzenén és a klasszikusokon át a jazz, a mulatós és a pop is megtalálható. Az együttes bejárta Nyugat-Európát, az Egyesült Államokat és Kínát is, sokszínűségüket a Hunyadi téren is megmutatták. A koncert sorozat vendégei vastapssal jutalmazták a művészeket. Július 22-én szombaton 18 órakor Pribojszki Mátyás és zenekara lép fel a téren. Igazán kellemes koncertidő van itt a Hunyadi téren. Mit hoztak ma nekünk? Szép jó napot kívánok, köszöntök mindenkit sok szeretettel. A mai napra, vagy a mai estére hoztunk nagyon sok világzenét, köztük klasszikus zene, Monti Csárdás hallható lesz, a Bramszőt, Magyar Tánc, híresebb számok, illetve lesz bossanova is, olasz bossanova számok, fel lesz swing, jazz számok is, és lesz magyar nóta is természetesen a kedves vendégeknek hallható lesz az is. Illetve még orosz cigány zené is fog a repertoárunkban szerepelni. Pár mondatban mutassuk már be az együttest, akik esetleg nem ismernék. Természetesen, hát a nagybőgős, idősebb Farkas Sándor édesapám, aki a Rajkó zenekarban tanult, végzett, és hát a legnagyobb művészekkel játszott szintén. Rokon zenekar, szóval rokonság a zenekar tagjai. A cimbalmos Csík Adolf, hát ővel egészen pontosan 3 éve játszunk együtt. Került a zenekarba, 3 éve együtt játszunk. Kónya Miklós, tercprímás, aki nagybátyám, úgyhogy ezt nem is kell magam számomra bemutatnom, mert egy kiváló hegedűs prímás, illetve a brácsosunk, az pedig a Száztagú cigányzenekar szólamvezetője.
hogy jött létre az együttes? Az együttes úgy jött létre, hogy én kaptam meghívást Kínába 2013-ba, elsőnek Shanghaiba, Pekingbe, harmadjára pedig belső Mongóliába, és akkor én összeraktam egy zenekart, akikkel mint emberileg, mint zenéleg meg tudtam találni a közös hangsúlyt, és hát akkor összeállítottam a zenekart, próbákat csináltunk, és annyira jó sikerült a közös munka, hogy azóta is együtt játszunk. Akik esetleg már lemaradnak a Hunyadi téri koncertről, azok hol láthatják önöket legközelebb? Mindig változó, van nekem egy oldalam a Facebookon, Farkas Ensemble néven, ott tudják megtekinteni, oda rakom ki mindig a legközelebbi játszást, ahol játszunk. Ott meg tudják tekinteni. Szeretném megköszönni a Terézváros önkormányzatnak a lehetőségét, hogy ma este itt játszhatok. Hosszantartó súlyos betegség után 86 éves korában 2017. július 11-én elhunyt Schubert Éva Kossuth-díjas színművész, akit olyan emlékezetes filmekben láthattunk, mint az Egy pikoló világos, a Felmegyek a miniszterhez, az N.N. a halál angyala, vagy a Kakukk Marci, a Szomszédok című teleregényről nem is beszélve. Személyében a 20. század második felének legendás magyar színművészét veszítettük el, aki 60 éves pályafutása során a legtöbb színházi évadot a terézvárosi teátrumokban töltötte. A mai Terézvárosi magazinban Géczi Dorottya művésznővel emlékezünk Schubert Éva Kossuth-díjas színművészre. Schubert Éva 1931. január 19-én született Budapesten. Tulajdonképpen kényszerből lett színész, mivel nem vették fel az egyetemre, arra hivatkozva, hogy apácáknál nevelkedett. 1949-ben kitüntetéses érettségije ellenére nem tanulhatott tovább. Gyors és gépírást tanult, majd gépírónőként helyezkedett el, azt követően felvételizett a Színház és Filmművészeti Főiskola esti tagozatára, ahol 1955-ben szerzett diplomát, ezután a Magyar Néphadsereg Színházához szerződött. 1957-58-ban a Vidám Színpad, 1958-tól 1978-ig pedig a Víg Színház tagja volt. 1978-tól újból a Vidám Színpad művésznője lett. Ezután a Játékszínben, majd pedig 2004-ben és 2005-ben a Soproni Petőfi Színházban játszott. Több mint 70 nagy játékfilmben és tévéfilmben szerepelt. Legemlékezetesebb szerepe viszont mindmáig a Szomszédokban megszemélyesített Lillácska volt. Számos kitüntetést kapott érdemes művészlet 1984-ben, az 5. kerület díszpolgárává avatta 1999-ben, kiérdemelte a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét 2001-ben, 2013-ban pedig Kossuth díjat kapott. 2011-ben csontritkulása miatt kerekes székbe kényszerült, több műtéten is átesett. Schubert Éva egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott. Betegsége ellenére 2015-ig aktívan dolgozott, a szereplés mellett több sikeres darab rendezőjeként is bemutatkozott. 86 évet élt. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy-két múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra!
Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják, önkormányzati percekkel kezdünk. A rendészeti feladatokról fogunk beszélgetni Dobos Ágnessel, Terézváros rendészeti osztályvezetőjével. Ezt követően láthatják Terézvárosi programajánlónkat, majd egy image filmet Terézvárosról, és következik a magazinműsor 5 témával. Szó lesz a Mozgássérültek Egyesületének programjairól, Herceli Rónyi Olga elnök lesz a vendégem, és nagyon sok olyan kérdésről is fogunk beszélgetni, ami a mozgássérülteket érinti, nem csak itt Terézvárosban, hanem országszerte. A véradás fontosságára szeretnénk fölhívni a figyelmüket Gyurics Károlynéval, a 6. kerületi véradás szervezővel, aztán a Hunyadi téri koncertek következnek sorra. Pribojszki Mátyással, a szombatesti koncert vezetőjével, illetve szájharmonika művészével fogok egy telefonos interjút készíteni. Szó lesz a Benczúrkerti estékről Szilágyi Majával, valamint Schubert Évára emlékezünk Géczi Dorottya színművésszel. Schubert Éva a Terézvárosban hosszú évtizedekig játszott, mint a Vidám színpadon, mint a játékszínben. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Maradjanak velünk! Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Dobos Ágnes, a rendészeti osztályvezetője a vendégem. Tisztelettel köszöntöm. Ágnes, rengeteg aktualitás van itt nyáron, úgyhogy megpróbálunk egy 20 percben végig szaladni rajta. Kezdem azzal, ami a legjobb hír számunkra, illetve lehet, hogy nem a legjobb hír, de minden esetre mindenféle sajtóorgánum fölkapta, hogy Terézvárosban az ingatlan árak, azok a olyan módon stagnálnak, illetve nőttek, miszerint az egyik legbiztonságosabb kerület. Mi igaz ebből? Én is olvastam ezeket a cikkeket, és én is örömmel fogadtam, hiszen a közbiztonságnak a javulása azt gondolom, hogy érdekünk is, illetve célunk is, és azzal is, hogy az utcán kint vagyunk, azt gondolom, némiképpen hozzá tudtunk ehhez járulni. Nem feltétlenül csak a mi örömünk vagy a mi dolgunk ez, hanem a rendőrségé is természetesen, de itt látszik az a fajta közös munka, amit a célt szolgálja, hogy Terézvárosban a közbiztonság az mindenképpen előrébb való. Tulajdonképpen a rendészetnek a munkája rendkívül összetett. Van, amit látunk belőle, van, amit nem látunk. Tudom, hogy többször megbeszéltük ezt már, de fussunk végig nagyjából a rendészet tevékenységén, mert ennek jegyében vagy ennek tükrében fogják tudni a nézők értékelni vagy érezni azokat a mondatokat, amik majd most szóba kerülnek. Ugye elsősorban mindenképpen azt gondolják, hogy a szankciók alkalmazása a mi feladatunk, de nem csak ez. Nagyon sok mértékben foglalkozunk hajléktalanokkal, a kutyákkal, a köztereknek a rendjével kapcsolatban. Ellenőrizzük például a játszótereknek a nyitását, zárását. Ugye most újonnan épült a Benczúr játszótér, egy nagyon-nagyon szép hely. Ott parkört alkalmaznak folyamatosan azért, hogy ez az állapot fönn is maradjon. Természetesen kollégáim is rendszeresen arra látogatnak, hogy ezt még jobban meg tudjuk őrizni. Ugyanakkor járjuk az utcákat, nézzük azt, hogy a köztisztaság megfelelőképpen alakuljon. Amennyiben szabálysértőt találunk, természetesen intézkedünk vele szemben. Nagyon sokat vagyunk kint az utcán, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy látszódjunk, hozzánk lehessen fordulni. Nagyon megnőtt a lakossági bejelentések száma. Ez nem csak telefonon keresztül történik, hanem az online felületen keresztül is. Van például járókelő.hu, oda szinten napi szinten érkeznek bejelentések. Ezeket természetesen minden esetben kivizsgáljuk. Amennyiben a mi osztályunkra tartozik ez a feladat, úgy azt megpróbáljuk megoldani, ha nem, akkor pedig az illetékeseknek továbbítjuk a kéréseket. Ha már az utcák a tisztaságáról beszélünk, akkor látjuk, hogy mennek a takarítógépek és dolgoznak, de azok nem hozzátok tartoznak. Viszont említetted a kutyás embereket. Mennyire sikerül fegyelmezni a kutyatartókat, a kutyagazdikat? Egyáltalán mondtad ugyanúgy, nem a szankciókra törekedtek, hanem a biztonságra, és mindig a keveseknek a jó érzete a sokaknak a még jobb közérzetét tudja befolyásolni. Ennek fényében nézzük most meg, vagy ennek tükrében nézzük meg, hogy a kutyatartókkal milyen kapcsolatot sikerült kialakítani, a kutyafottatók elegendőek-e, használják-e ezeket a helyeket, illetve volt-e bírság már amiatt, hogy azért sajnos még mindig nem tanulták meg a gazdik, hogy még egy terézvárosi kutya sem tud maga után takarítani. Én annyira szeretem ezt a szlogent, az az igazság, hogy használom is bőven.
Ez egy nagyon kedves szlogen, és valóban úgy van, hogy megpróbálnak a kollégáink minden esetben szólni, illetve a megfelelő dolgot feltakarítatni, ha ilyennel találkoznak. Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb cél az, hogy tiszták maradjanak az utcák. Ezt egy intelligens állattartó, én azt gondolom, hogy tudja, hiszen ő se szeretné, ha egy más kutya az ő lakásába esetleg piszkítana. Itt is működik az a dolog, hogy egy egyenruhában járnak a kollégáink, tehát abban a pillanatban azért, hogy egy egyenruhást meglátnak, ott hirtelen betartódnak a szabályok, abban az esetben... Egyébként ez jó? Így van. Ha már ezt elérjük, én is azt gondolom, hogy ez már egy pozitív van. Hát természetesen, ha elfordulunk, vagy egy másik utcába megyünk, akkor már nem biztos, hogy így történik, de azt tapasztaltuk a kutyatartókkal kapcsolatban is, hogy örömmel veszik azt, hogy foglalkozunk velük. Hiszen ellenőrizzük a csippeket, hogy megfelelően, ugye ez a jegyző hatáskörbe tartozik a további intézkedés, de eddig nem találkoztunk például olyan kutyával, ami nem volt becsippelve. Tehát ez, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a lakók, illetve az itt állatot tartók betartják az alapvető szabályokat. Igen, kutyapiszkokat fel kell szedni. Hál' Istennek azért nagyon szépen el van látva, és ahogy mondtad, igen, a takarítók éjjel-nappal mennek, és nagy gondot fordítanak. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat erre nagyon nagy hangsúlyt helyez, és sokkal többet foglalkozik ezzel, mint más kerületek. Talán nem ide tartozik, de mégis megkérdezem. Öröm látni, amikor a kihelyezett virágládákat, illetve a fákat csodálhatjuk meg. Mennyire javult az embereknek az a fajta tudata, hogy nem nyírbálják ki, nem tépdessék ki mondjuk a beültetett petúniákat? Igen, én azt gondolom, hogy eddig nem nagyon fordult az idén elő, sőt, már arra is tudnak figyelni, hogy a planténerekbe elhelyezett fákhoz ne kössék oda esetleg a kerékpárjukat. Tehát ezekre is próbálunk odafigyelni, hiszen ez az önkormányzat tulajdonát képező. És nem szemetesnek használják. Így van. Jó zöldet látni. Én egy zöld környezetből jövök nap, mint nap, tehát nekem nagyon furcsa lenne, ha nem találkoznék zöld felülettel. Visszatérve a kutyásokra, és ugye ők is használják a kutyafuttatókat, én azt gondolom, hogy van a kerületben, ki kell használni ezeket. Ugyanakkor nem biztos, hogy a megfelelő méretű állatokat tartjuk. Én azt gondolom, hogy egy lakásban nagyméretű kutya, neki sem biztos, hogy feltétlenül jó a dolog. És akkor itt kéne felhívni arra is a figyelmet, hogy a gépjárművekben ezeket a kutyákat ne hagyjuk ott. És nem csak a kutyákat, sem értékeket, sem a gyerekeket természetesen. Sajnos nekem most a hétvégén is sikerült találkoznom olyannal, hogy kedves szülőben hagyta a gyermekét a kocsiban. Hiába le volt húzva az ablak, szerintem 2 percen bekerült volna, hogy a kisfiút kézen fogva mondjuk elvigyem. Kapcsolódom hozzád, egy héttel ezelőtt, egy közért előtt, pont valamilyen szobrot néztünk meg, és bezárva láttam egy gyereket, és nagyon gyorsan bukott le a nap, tehát, és még nagyon meleg volt, tehát még 40 körül volt a hőmérséklet, és oda mentünk anyámmal, és elkezdtünk beszélgetni a kisfiúval, csontig föl voltak húzva az ablakok, és elkezdtem kiabálni, és elkezdtem fényképezni a kocsit, előről, hátulról, olyan dühfogott el, és aztán persze a kiabálásra előkerült az anyuka, aki benn volt egy közérbe, és akkor csak annyit mondtam neki, hogy azt mondjam is, hogyha történik magával valami. Történik valami, és nem jön ki a közértből mondjuk 5 percen belül. Tehát egyszerűen döbbenetes az a fajta felelőtlenség, ami ebből a szempontból az emberekben még mindig van. Tudtok-e ilyen esetben bünteni? Mert én ezt embertelenül büntetném. Nekünk ebben az esetben nincs lehetőségünk, akkor mondjuk ez egy olyan szituáció szerintem, amit a rendőrséget is tudjuk értesíteni, illetve a gépjárműnek az adatait le tudjuk kérni, és ebben kapcsolatban megpróbáljuk ugye megtalálni a tulajdonost, és akkor azért itt a gyámügy, mert megint ugye a szociális intézményi háttért kéne figyelembe venni. De nagyon sokan... jó szituált, egy gyerekét nagyon tudom, szerető nem szülő gondolja, is. Tehát nem gondolja, nem gondolja. Végig. Tehát sokkal egyszerűbb berohanni az üzletbe, mint igen. A, bocsánat, sírohisztiző esetleg gyereket igen. Végig cipelni, aki még egy túrorodit is kér. Tehát igen, ezeket próbálják ugye elkerülni ezzel. Azt nem veszik tényleg figyelembe, hogy mai világban azért sajnos vannak nem jó szándékú emberek, akik ezeket a kicsi gyerekeket, mondom, 2 perc alatt meg lehet beszélni vele, hogy gyere és veszek neked egy fagyit, és el fog jönni. A múltkor a Facebookon volt egy nagyon jó kis film, ahol megkérdezték a szülőket arról, hogy elmondja minden esetben a gyermekének azt, hogy idegennel ne menjen el, és mondták, hogy hát természetesen. És megkérdezték, hogy egy kísérletnek alávethetik-e, minden gyerek elment. Atyaisten. Atyaisten, azért ez elgondolkodtató. Igen. Hogyha ilyen
esetben, hogyha látunk bent gyermeket, állatot kocsiba, és ott maradunk mellett. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ott maradni ilyenkor a kocsi mellett egy ideig, és látni, hogy mi a gyereknek a reakciója, kommunikálni vele, mert akkor látjuk azt, hogy esetleg bágyad, vagy kezd levegőt rosszul venni, vagy rosszul lesz. Ha betörjük az ablakot, akkor ki a hibás? Nem mi törjük be. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen esetben is én azt gondolom, hogy mind a katasztrófavédelem, mind a rendőrség ebben az esetben, ha gyerekről van szó, azért nagyon-nagyon gyorsan tud a helyszínre érni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben bízzük a szakemberekre, hiszen a jogszerűség az ő oldalakon fog állni, és nem a miénken. Tehát akkor az önbíráskodás ebben az esetben sem működik, de mindenki, tehát ne hagyják a gyerekeket a kocsiba, ne hagyják a kis állatokat a kocsiba, még akkor sem, hogyha levegőt hagynak, főként nem napos helyen. Lapozunk egyet tovább, mert rengeteg témánk van. Mi a következő? Nagyon szeretnénk felhívni a figyelmet pontosan a vizes VB kapcsán és a különböző felvonulások, rendezvények kapcsán a parkolási szokásoknak a megváltozására, illetve a forgalmi rend változásokra. Tehát nagyon sok mobiltábla van kihelyezve, amit ugye megszokásból megszoktunk itt állni, megállunk, és sajnos ilyenkor az elszállítás is előkerülhet, leérkezve a kocsinkhoz nem találjuk, tehát biztos idegesek leszünk 2 perc alatt, hogy hol a kocsi. Nagyon oda kell figyelni, hogy ezek a főleg a 6. kerületet érintő, akár filforgatások kapcsán is igen gyakran vannak forgalmi rendváltozások. Ha elutazunk is, én azt gondolom, hogy kéne valami szomszédot találni, vagy valakit, aki tud minket értesíteni, vagy esetleg valakiben, családtagban, akiben megbízunk, megkérni ott, hogy 1-2 naponként látogasson el a gépjárművünkhez, és nézze meg, hogy minden rendben van, mert sokszor érkezik panasz, ugye, hogy ott hagyta az autóját, elutazott, miért szállítottuk el. Azért, mert kellett a hely, vagy például most felújítások nagyon szép számmal történnek a kerületben, ugye az önkormányzat oda próbál arra is figyelni, hogy a megfelelő felfestések, a megfelelő minőségű útpályák rendelkezésre álljanak az itt lakóknak és az utakat használóknak, és ezért adott esetben egy rövid időre, minél kevesebb időre próbáljuk persze ezt szűkíteni, és az építetők is figyelnek erre, hogy lezárják ezt az útszakaszt, de csak úgy tudnak megfelelő munkát végezni, ha az a terület teljesen ki van ürítve. Na most ilyenkor, ha ugye elutazunk, ott hagyjuk a gépjárművenket, akkor mi nem tudunk más tenni, el kell szállítsuk. Mennyi idővel kap a lakos jelzést mondjuk egy ilyen felújítás előtt? Teljesen változó, de egy 72 órát szoktunk alapjáraton betölteni. 72 órával az útszakaszra kihelyeznek a megfelelő cégek, ugye a forgalomtechnikai előírásoknak megfelelően már a táblát, ahol lehet látni, hogy mikortól meddig lesz lezárva az az útszakasz. Itt ez egy nagyon fontos információ, mert egyébként, hogyha egy hétre vagy 2 hétre megy el valaki, akkor tényleg nem tudhatja, hogy mi történik az alatt, az idő alatt. Ez így van, de azért mondom, hogy ilyenkor, főleg ebbe a kerületben, egy vidéken nem történik, én vagyok egy külkerületben, de itt a belvárosban napi szinten szinte változik a forgalmi rend. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért oda kell figyelni erre. A vizes VB kapcsán van-e egyéb tudnivalónk? Hát nagyon sok útlezárás van, nagyon sok forgalmi rendváltozás van. Ugye ma is az izraeli miniszterelnök úr jön, tehát innentől fogva szerintem meg fog állni a félváros. Igen, ezekre figyelni kell, nehéz közlekedni. Én próbálok mindenkit arra buzdítani, hogy használjuk a BKV-t. Meleg van, tudom, meg sokan vannak rajta, de hát, ha sokkal jobban el lehet célt érni. Én múltkor próbáltam a Városmajorba átmenni, hát ez ilyen 1 óra 30 perc alatt sikerült. Nem biztos, hogy nekünk is az autóval kéne ott közlekedni. Próbáljuk minél jobban a tömegközlekedést kihasználni. Következő témánk. Idei probléma még, ugye ez főleg télen szokott előfordulni, de nyáron is letakarják a gépjárművet, és nem látszik a rendszám. Hát ez az, amit ugye a Kressz rögtön ott az elején elmesél nekünk, hogy hát ezt nem, vagy hogyan kéne inkább csinálni. Én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennek is vannak. Tehát itt nem lehet elkerülni a parkolási jegy meg nem váltását, mert azért ilyen irányú gondolatok is elő szoktak fordulni. Tehát tessék szíves lenni a Kressz előírásainak megfelelően letakarni azt a gépjárművet, hiszen itt mindenkinek a munkáját sokkal jobban megkönnyít ki, és az esetleges kellemetlenségeket, így például egy elszállítást is el lehet kerülni vele. Érdekes, hogy nyáron is előfordul ilyen, mert csak a kormányt szokták ilyen fényesebb, napfénytaszító anyaggal eltakarni.
nem szeretném, inkább az idősebb korosztályánál ugye próbál vigyázni az ő kis kocsijára már, meg lehet, hogy már nem olyan műszaki állapotban van, és akkor úgy gondolja, hogy a heves UVB sugárzás az ő gépjárművét is érinti, és akkor így próbál védekezni ellene. Alapjáraton azért meg szoktuk értetni mindenkivel, hogy ez közös érdekünk, hogy azt a kis rendszámrészt, az legyen kedves. A többit letakarhatja, de legalább a rendszám látszódjon, hiszen így tudunk mindannyian intézkedni adott esetben. Baj esetén is, tehát arra is kell gondolni, nem csak azért, mert most parkolójegy vagy nem parkolójegy, hanem ha valamilyen mondjuk csatorna törés miatt kell nekünk onnan elszállítani, akkor is mondjuk lehet, hogy be tudunk csöngetni és azt mondani, hogy tessék szíves elállni onnan, és nem megfogjuk és elvisszük a gépjárművet, azért ez sokat számít. Ha már a parkolásról beszélünk, akkor gyakorlatilag a 6. kerületi parkolási, vagy a 6. kerület egész parkolási zónába tartozik, de a 13. kerületnek jó része nem volt eddig fizető parkolós, úgyhogy itt megemlíteném, hogy érdemes a parkolási zónáknak a rendjére figyelni, mert sajnos az elmúlt hetek tapasztalatainak a birtokában tudom, hogy megint csak büntetést kellett fizetni. Egyébként ezt hogyan értesülhetünk arról, akár itt a 6. kerületben, akár máshol, rendészeti munkaterületén, hogy melyek az új olyan területek, ahol parkolóórák vannak? Alapjáraton az önkormányzatnak a honlapján, hiszen a parkolási társulatokat alapjáraton önkormányzat üzemelteti. Én azt gondolom, hogy a honlapon megfelelő információ beszerezhető. Figyeljünk rá egyre többen. Ugye a cél az nem az, hogy mi díjat fizessünk, hanem az, hogy ne jöjjünk gépjárművel be. Tehát ezt kéne látni, hogy nekik is minden kerületnek az a célja a parkolási díj fizetéssel, hogy minél kevesebb legyen az itt levegőt szennyező gépjármű, és ugye a tömegközlekedés, illetve mondjuk az elővárosi közlekedésre használt vonatokat használják az emberek sokkal jobban. Tehát ezért szaporodnak tulajdonképpen ezek a parkolási területek, oda kell figyelnünk, meg kell nézni. Tehát amióta én a területen dolgozom, különben azóta fordul elő velem is, hogyha megállok, akkor visszamegyek, megnézem, hogy ez a tábla ott mögöttem mégis micsoda lehet. Uh-huh. Eddig én is laza voltam, úgy szintén sikerült pár bírságot begyűjteni természetesen, de hogy ezt én azt gondolom, hogy sokkal körültekintőbben kell eljárnunk ezzel kapcsolatban. Az előbb az útlezárásokról beszéltünk, és a forgalmi rend változásairól, de mindez az építkezések miatt is előfordulhat. Így van, viszonylag megszaporodtak a kerületben a felújítások, a különböző építkezések, és ugye ekkor bizonyos útszakaszokat lezárnak, valamikor átengedik a gyalogos forgalmat a megfelelő forgalomtechnikai előírásoknak megfelelően, de igen, gyakran ugye át kell mennünk a másik oldalra. Meleg van, mi is türelmetlenebbek vagyunk, fáradtabbak vagyunk a meleg kapcsán. Jó lenne ezekre odafigyelni, hogy nem próbáljunk elsurranni tulajdonképpen a rács mellett, hiszen a gépjárműben ülő is fáradt, ideges, dugult egész nap, nem biztos, hogy úgy tud figyelni, és azt szoktam mondani, hogy az emberi test és egy acélos kocsi kapcsolatából nem biztos, hogy az ember kerül ki győztesen. Növekedett a baleseteknek a száma az ilyen figyetlenségből, figyelmetlenségből, gondatlanságból? Nem, de a nyár az mindig pluszba hordoz ugye veszélyeket, hiszen az iskolás gyerekek is most már kint vannak az utcán, hiszen napközben ugye ők általában az iskolapadot koptatják, de most nem, ők is kint vannak, ők is szeretnek labdázni, bemutatni a tudásukat, főleg az új kis szerkezetekkel, és akkor sokkal nagyobb és jobban kéne odafigyelnünk rájuk is, a szüleiknek is természetesen, de pontosan ez ilyen építkezések kapcsán a kikerülések, vagy a rosszabb látási viszonyok. Tehát egy építkezési terület, ha el van kordonozva, onnan ki kéne látni, ahhoz ki kell lépni. Nem biztos, hogy a gépjármű vezető is gondol arra, hogy itt a gyalogos fog ott esetben elmenni. Gépjárművek szóba kerültek már, de úgy tudom, hogy új gépjárműveket is kapott a rendészet. Így van, sikerült az idei évre tulajdonképpen lecserélni a régi gépjármű parkunkat. Én azt gondolom, hogy ezek a gépjárműveket, amiket most beszereztünk, most már méltóak a rendészethez, hiszen mind technikailag, mind állapotukat megfelelően olyanok, amik jó szolgálatot tesznek nekünk. Milyen gépkocsikról van szó? Két darab bilincses gépjárművet vettünk, és egy járőrautót. Típusaikat nem mondom, mert ugye az reklámnak minősülne, de én azt gondolom, hogy látványosak, tehát most már az utcán messziről lehet látni őket. Egy nagyon jó arculatot próbáltunk neki szerintem tervezni, amivel azt gondolom méltóképpen tudjuk a kerületet képviselni. És ugye a kerületet méltóképpen képviselik, ennek azt hiszem bizonyítéka is van, hiszen rendészeti osztály jegyzői dicséretben részesült.
nem az osztály, de az egyik tagunk, Horváth Miklós kapta meg a jegyző úr dicséretét. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert ahogy mondta, tulajdonképpen ezt nem csak a Mikinek a munkájának gondoljuk, hanem az egész rendészeti osztálynak az elismerésére. Mi volt az indoklásban? Miklós nagyon sok, ő nagyon pozitív felügyelő, és azt gondolom, nagyon pozitívan látja, tehát ő a jót próbálja mindig és mindenkor mindenkiben meglátni. A legfőbb érdeme tulajdonképpen az volt, hogy egy kisfiú gördeszkázás közben pont egy ilyen kutya piszokgyűjtőnek mentnek, és felszakadt a szívénél a bőr, úgyhogy mentőt hívott, és ott vizgasztalta a kisfiút. Nagyon édes fényképfelvétel készült, mert utána a kisfiú oda jött, és megköszönte a Miklósnak, úgyhogy egy nagyon kedves gesztus volt mind a kisfiú részéről, és ő azt mondta, hogy ha a bácsi nincs ott, akkor ő tulajdonképpen nagyon-nagyon rosszul érezte volna magát. Azt gondolom, hogy az emberség minden egyes munkahelynél elkerülhetetlen, de azok, akik az utcán vannak, és segítik a közrend biztonságát, azoknál meg az empátia feltétlenül szükséges. Az előbb még egy mondat erejéig, és a végén visszatérnék ahhoz, hogy említetted, hogy olyan gépjárműveket kapott a rendészet, amelyek feltűnőek, amelyek jól láthatóak, amelyek egy arculatot biztosítanak. És itt hozzá visszatérnék ahhoz, hogy a közterületeseknek, vagy a rendészeknek az egyenruhája, a rendőröknek az egyenruhája, hogyha egy ilyet látunk, akkor már maga az egy visszatartó erő. Én mindig örülök, amikor bemegyek egy lakott területre, és ott rögtön írják nagy, vagy sárga, vagy piros betűkkel, hogy milyen sebességgel haladok, mert abban a pillanatban visszaveszek, hiszen ezek figyelmeztetések, amelyek aztán utána nagyon sok mindent megelőzhetnek, nem csak a bírságot, hanem elsősorban balesetet, vagy valamilyen problémát. Aminek még jobban örülnénk lakosonként, hogyha a parkolótáblák sokkal nagyobb betűkkel és feltűnőbbek lennének, mert sokszor az ember faltól falig, vagy saroktól sarokig meg, hogy egyáltalán le tudja olvasni azokat a bizonyos számokat, mert a pénz az nem működik. Múltkor körülbelül 20 darab érmét próbáltam egy parkolóba betenni. Egyébként ilyenkor mi van? Például, amikor az ember akar parkolni, mondjuk tegyük föl, nincsen telefonja, mobiltelefonja, és nem fogadja el a pénzérmét. Kellemetlen helyzetbe tud sajnos kerülni, tehát nekünk minden esetben gondoskodni kell arról, hogy a parkolási díjat ugye megfizessük. Minden esetben ki van írva, én tudom rajta egy hiba esetén felhívandó telefonszám, és akkor őket az esetben értesíteni kell. Azért a kerület viszonylag elég sűrűn van ellátva, én azt gondolom, parkolóórákkal, tehát hogyha egyiknél nem járunk sikerrel, akkor egy olyan 200-250 méteren belül találkozunk még egyel, ahol ismét megpróbálhatjuk. Egyébként hozzá kell tennem, hogy itt a 6. kerületben még a táblák is elég feltűnőek és elég nagyok. Én visszasírom a nagy sárga táblákat, amit egy sarokról is lehetett egyébként látni, de van olyan kerület, ahol szürke és egészen a falhoz van betéve, igencsak nehéz megtalálni. De hát a Terézvárosi közterület felügyelet, illetve a rendészet arra is figyel, hogy a jó közérzetünk ebből a szempontból is jó legyen. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Újabb hét, újabb remek lehetőségek, hogy időnket jól, tartalmasan tudjuk eltölteni. Ehhez szeretnék ismét segítséget nyújtani. Terézváros eseményei mellett budapesti és vidéki helyszínek programjait is egy csokorba gyűjtöttem, érdemes lesz tehát ma is velem tartani. Vonatok napja a Miniverzumban. A Miniverzum vakáció programsorozat keretében a kiállítás megtekintése mellett minden nap izgalmas programokkal várják a gyermekeket és a felnőtteket. A legkisebbeknek nem csak a terepasztal mellett, hanem a játszóházban is változatos elfoglaltságot kínálnak a szünet minden napjára. Mesékkel és játékokkal, valamint kézműves foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A gyerkőcök részt vehetnek a kihívások napján, ahol tesztelhetik ügyességüket is, a nagyobbak és a felnőttek pedig választhatnak a számos kvízjáték közül. Szerdánként a vonatok napján kézműves foglalkozásokon többféle módon és technikával lehet kisvasutakat készíteni, de hasonlóan izgalmas elfoglaltság lesz a kulisszák mögötti tárlatvezetés és a digitális vonatozás iPaddel. A vonatok kicsi és nagy szerelmeseinek a Miniverzumban a helyük egész júliusban minden szerdán 10 órai kezdéssel.
Titanic kiállítás. A Titanic volt a kor legnagyobb személyi transzatlanti hajója, a technológiai forradalom legmonumentálisabb vívmánya. Utasokat és postai küldeményeket szállított Európa és Észak-Amerika között. A nagy transzatlanti hajók szimbolizálták a 20. század elejének hatalmas fejlődését és a technológia új korszakának kezdetét. Azonban a Titanic elsüllyedt első útja során az Atlanti-óceánon 1912. április 15-én. Több mint 1500 ember vesztette életét ezen az éjszakán. A Titanic kiállítás hitelesen mutatja be a 20. század elejének társadalmi és politikai helyzetét, történelmi kapcsolatait Magyarországon és a világ többi részén. A fiatalabb korosztály számára elmagyarázza a század elején bekövetkezett óriási kivándorlási hullámot, amikor ezrek menekültek el Európából a szegénység és a közelgő első világháború elől, hogy megvalósítsák álmaikat Amerikában. A Titanic kiállítás a világ egyik leglátogatottabb kiállítása, hamarosan Budapestre érkezik. A 2300 négyzetméteres tárlaton az óceánjáró rajongói és az érdeklődők több száz eredeti műtárgyat, bútorokat, ruhákat, ékszereket tekinthetnek meg a híres hajóroncsból. Önálló magyar részleg is lesz, ahol az 1912-ben elsüllyedt hajó magyar vonatkozásait mutatják be. Igazán izgalmas kiállításra várnak minden érdeklődőt a komplexbe, a Király utca 26 szám alatt. A tárlat július 20-án nyílik meg, és egészen december 31-ig látogatható. Sziget 25 kiállítás a Robert Capa központban. 1993 óta minden évben néhány napra felbukkan Budapestnél a Duna vizéből egy sziget, ahol ugyan vannak szabályok, de mégis egy másik világ kapui nyílnak meg. A kor közösségi élményei eszenciális erejűek, és a mindennapi élet bizonyos korlátai pedig látótávolságon kívülre kerülnek. Benkő Imre képei finom sűrítményei annak az élménynek, amit ez a másik világ tartogat. Megfigyeléseit fényképező, illetve panoráma gépével fekete-fehérben rögzíti. Nem csak a közösségi élményeket tárja elénk, hanem az egyéni módon megélt szigetlétet is, annak teljes valójában. A tömegben is valóságos egyedüllétet, a színpad mögötti előkészületekben elfáradt tekinteteket, a fesztivál díszleteiben létezés pillanatnyi abszurditásait. Azoknak, akik voltak már a szigeten, és azoknak, akik nem, feltétlenül látniuk kell ezt a mély és emberi fototárlatot a Robert Capa központban. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg. Pribojszki Benda Hunyadi téren. Nyáron egy hét sem telhet el a különleges Hunyadi téri programok nélkül. A Térzene zenetér sorozat eheti állomásának fellépője a Pribojszki Band. Pribojszki Mátyás egyike azon kevés magyar muzsikusoknak, akik igazán jól és egyéni módon szájharmonikáznak. Nem csak új színt és megszólalást hozott a hazai blues életbe, de zenéjével azokat is képes megszólítani, akiket amúgy ez a műfaj elvétve kavar fel. Igazi életigenlő koncertet ad Pribojszki Mátyás és zenekara 6. kerület szívében a Hunyadi téren július 22-én szombaton este 6 órási kezdéssel. A programon való részvétel, mint mindig, ez alkalommal is ingyenes. Terézváros érdekes eseményei után látogassunk el Budapest szívébe, a Városligetbe, ahol izgalmas, zenés nyári programokkal készülnek nekünk. Vajdahunyadvári nyári zenei fesztivál. A több mint negyed évszázados hagyományra visszatekintő koncertsorozat idén is jelentkezik, ebben az évben a FINA vizes világbajnokság kísérő programjaként. A fesztivál célja, hogy minőségi zenei élményt nyújtson látogatóinak eme különleges helyszínen, a Városligeti Vajdahunyadvár romantikus udvarán. A 7 héten át tartó esemény hétfői és csütörtöki koncertjein többek között olyan művészek és zenekarok lépnek fel idén, mint a Szent István Szimfonikus Zenekar, a Budapest Bár, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Mendelssohn Kamarazenekar, a Budapesti Vonósok Kamarazenekar, a Magyar Virtuózó Kamarazenekar, a Muzika Sonora Kamarazenekar, a Szabadszon Klezmer Band és a 100 tagú Cigányzenekar. Július 3-a és augusztus 17-e között tehát a zenéi a főszerep a Városligetben. További információt az érdeklődők a vajdahunyad.hu weboldalon találnak. Zenés állatkerti esték. A Jazz Kívánság műsor koncertek 2010-ben indultak, és sikerük a mai napig töretlen. Sárik Péter nem kevesebbet vállalt, mint azt, hogy megmutatja. A jazz az egyik legszerethetőbb zenei műfaj, sokszínű és izgalmas. A Sárik Péter trió közönsége kedvenc dalait, műveit dolgozta át a saját stílusára. Műfajtól függetlenül pop, rock, klasszikus és népzene is a terítékre került az évek során. Az állatkerti estek közönségének a legnagyobb
legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei élet olyan kiválóságainak segítségével, mint Berki Tamás, Falusi Marian és Szőke Nikoletta. A Budapesti Állatkert népszerű nyári rendezvény sorozatának partnerei lesznek idén a szekszárdi borok is. Az egyes koncertek előtt a vendégek szekszárdi borokat kóstolhatnak majd, ezzel is színesítve a programot. A jazzzene szerelmeseinek tehát az Állatkertben a helyük július 26-án szerdán este 21:30-kor. Érdemes a héten is elhagyni a fővárost, aki csak teheti, nyugodtan járjon körben az országban, hiszen rengeteg izgalmas programmal készülnek a szervezők. Engedjék meg, hogy én most az önök figyelmébe 3 összművészeti fesztivált ajánljak. Badacsonyi borhetek 2017. A badacsonyi borok saját karakterrel bírnak. Nem véletlen, hogy a badacsony borát az istenek nektárjának nevezik. A badacsonyi borvidék leghíresebb és legnevesebb borászatai gondoskodnak július utolsó 2 hetében arról, hogy az ide látogató vendégek az istenek nektárjának legjobbjait kóstolhassák. Az estét színpadi fellépők és előadók teszik színesebbé, akik különböző stílusokban koncerteznek annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő szórakozás lehetőséget biztosítsanak. A fesztiválon fellép többek között az Éliás Junior Trio, a Lóci játszik, a Blaha Louisiana és Gájer Bálint. A badacsonyi bor és termelőinek ünnepe kulturális és szakmai műsorokkal, előadásokkal, folklór és könnyűzenei programokkal, kézműves bemutatókkal várja a vendégeket július 14-e és július 30-a között. A rendezvény minden programján a részvétel ingyenes. Művészetek völgye 2017. Idén 27. alkalommal rendezik meg a Művészetek völgyét a Veszprém megyei Kapolcson. A 10 napos fesztivál idén 1200 programmal és produkcióval várja a látogatókat. Az események között lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, közösségi programok, interaktív játékok. A korábban már bejelentett külföldi fellépők mellett a hazai könnyűzenei színtér legfontosabb szereplői is helyet kapnak. Fellép többek között a 30Y, Fábián Júli és Zuhacker, a Queen Bee, a Kis Csillag, az Ivan and the Parasol, Paja Bea, valamint a Budapest Bár. A látogatókat saját udvarral várja többek között a Momentán Társulat, Szirtes Elina Mókus, Harcsa Veronika, a Kaláka Együttes, a Virtuózok, a Magyar Írószövetség és a Kőbányai Zenestúdió is. Fergeteges összművészeti fesztivál vár mindenkit, aki Kapolcsra látogat július 21-e és 30-a között. Gőzgombóc Fesztivál Zebegényben. Idén 8. alkalommal lesz a főszerep a gőzgombócé zebegényben. A finom, délnémet főételként vagy desszertként is fogyasztható különlegesség hosszú ideig nem volt nagyon ismert hazánkban. Mára azonban kedvelt és különleges fogásnak számít. Zebegényben minden évben egy napon a bajor kultúra kerül fókuszba. Gőzgombóc kóstolás és készítés, sramlizene, térmuzsika, hagyományőrzés, német nemzetiségi programok várják az érdeklődők július 22-én szombaton reggel 10 és este 8 óra között. Ez volt heti programajánlónk, bízom benne, hogy valamelyik programhoz sikerült kedvet csinálnom. Bármilyen kérdésük vagy észrevételük van, nyugodtan keressenek bennünket, elérhetőségeinken a 061-301-0956-os telefonszámon, vagy az infokukac@hatoscsatorna.hu e-mail címen. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezető megjelenéséről Karajsz Dávid gondoskodik. László Lilla stílusos ékszereit az Alia ékszer biztosítja. Thank you.
like you do, love, love, love me like you do, love me like you do, love, love, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do, love me like you do, love, love me like you do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. I don't wanna be needing your love. Never knew that it could mean so much. I just wanna be deep in so your much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. 'Cause I really don't care where you, you are. You can see the world you brought to life. I just wanna be there where to you life. Are. Your sugar, love me like you do. Love, love, love me like you do. Your sugar, love me like you do. Yes, love, love, please. Love me like you do. It's been a touch long me like day. Touch you, me like my friend. You do. Yeah, you show. Köszöntöm nézőinket, mindazok, akik most kapcsolódnak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint látják. Öt témával fogunk foglalkozni. Pápán kirándult a 6. kerületi mozgássérültek egyesülete. Ez lesz az egyik témánk Herzl Rónyi Olgával, és természetesen nagyon sok olyan témáról is fogunk beszélgetni, ami a mozgássérülteket érinti, nem csak itt Terézvárosban, hanem országszerte. A véradás fontosságára hívnánk föl a fesztiválok kapcsán a nézőink figyelmét Gyuris Károlynéval, a belvárosi 6., 7., 8., illetve 9. kerületi véradás szervezővel, Gyurics Károlynéval. Hunyadi téren szombaton Pribojszki Mátyás és zenekara lesz a vendégünk. Különleges érdekesség, hogy az elmúlt héten ők játszottak Tom Jones zenekaraként, illetve előzenekaraként, és mint ahogy megtudhatják majd a nézők, egy különleges élményve is volt Pribojszki Mátyásnak része, hiszen játszhatott egy szám erejéig Tom Jones-szal. Bencúr kerti estek folytatódik a rendezvény sorozat a csodálatos Bencúr kertben, illetve az udvarban bent, ami a Bencúr házban van. Szilágyi Majával fogunk erről beszélgetni, hogy kikkel várják önöket szerda esténként. Adásunk végén pedig emlékezünk egy kicsit Schubert Évára, Kossuth-díjas színművészünkre, aki nem még hunyt el. A beszélgető partnerem Géczi Dorottya színművész lesz. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Tartalmas időtöltést kívánok! A mozgássérültek 6. 7. kerületi szervezetének vezetője a vendégem Herzlné Rohonyi Olga. Szeretettel köszöntelek! Mindig történik valami a szervezetnél, most az elmúlt időszakban ügyesen pályáztatok, ennek következtében sikerült elmenni, kirándulni. Hova? Hát több helyen voltunk kirándulni, az év elején volt egy foti kirándulás, de az önköltséges volt, mert az év eleje az mindig önköltséges. Utána elmentünk Pápára, egy egynapos kirándulás volt, ehhez járult hozzá a 6. kerület a busz költségeit fizettük a pályázati pénzből, nagyon jól sikerült a kirándulás. Hát Kékfestő Múzeumban jártunk, Református Egyházi Gyűjtemény Múzeumában, akkor megebédeltünk, és akkor utána a uniós pénzből gyönyörűen felújított Eszterházi kastélyban voltunk. Hát nagyon, nagyon kellemes nap volt, és hát sokan is voltunk, mert így, hogy a buszt ugye az önkormányzati pénzből teljes egészében tudtuk fizetni, így hát azok is el tudtak jönni, akiknek bizony nagyon szerény az anyagi keretük erre,
és hát ugye mindenféle csoportkedvezménnyel azért az ebédet is viszonylag nem túl nagy költséggel tudtuk megoldani, úgyhogy így sokan voltunk a kerületből is. Amikor a Kamara idegenvezetői világnapot tartott éveken keresztül, akkor különböző városnézés túrákra olyan buszok is bevetésre kerültek, amely a mozgássérülteknek segítenek. És azért állok itt meg a busznál is egyáltalán, hiszen mozgássérültek lévén szó, egy egyesületen belül nagyon sokfajta tag van, különböző fokozatú sérüléssel, illetve fogyatékossággal. Hogyan kell ilyenkor összerakni a társaságot, megtervezni a programot, hogy mindenkinek a kedve szerint lehessen tenni, de azt végig tudjátok csinálni. Hiszen te is, amikor az ember így rád néz, akkor egy nagyon fit hölgyről van szó, csinos frizurával megjelenik elegánsan, és azért mind a ketten tudjuk, hogy a háttérben azért igen komoly gondokkal küzdesz, járásterén, mozgásterén, tehát azért műtétek vannak a háttérben, meg kellett küzdened azért, hogy így nézzél ki, és így tudjál létezni a mindennapokban. Ez így van. Hát rendszeresen járok vizittornára mai napig, ahhoz, hogy én tényleg így fit tudjak maradni, mert van én nekem olyan ismerős, aki kicsit elhagyja magát, körülbelül a duplájára hízott, mint én, pedig én sem vagyok szilfit karcsú, valljuk be őszintén, és ugyanaz a problémája, mint nekem, és sehova nem tud eljönni. Tehát nem mindegy, hogy az embernek milyen a hozzáállása. Én elmertem menni bot nélkül a legutóbbi felülvizsgálatra, mert ugye a mozgássérült kártyám lejárt, én csak azt az egy kedvezményt veszem igénybe. Elmentem a felülvizsgálatra, és akkor megkérdezte az orvos szakértő hölgy, hogy és bottal, miért nem? Kereken megmondtam őszintén, hogy azért, mert hiú vagyok. Helyes, igen. És kész, ennyi. Na most persze vannak nagyon sok, tehát nagyon, de van nekem kerekesszékes ismerősöm, aki tényleg úgy néz ki, mint egy kérdőjel, szó szerint annyira beteg, szerencsétlen, de mindenki van sminkelve, és rendben van a frizulája, mert ő egy hölgy, még a kerekesszékben is. Nem szabad elhagyni magát. Nem szabad magát. Senkinek elhagyni magát. Igen, ez egy nagyon fontos üzenet, igen. Mert azt gondolják nagyon sokan, hogy valami történik, akkor ott a világnak vége, be kell burkolozni, be kell gubozni, és nem szabad nyitottnak lenni. Pontosan az egyesületnek ez is az egyik feladata, hogy azok, akik ebbe a körbe tartoznak, azoknak lelki, erkölcsi és egyéb támaszt is tudjon jelenteni, hiszen nem mindig az anyagi segítség az, ami egy nagyon lényeges segítség. Könnyű-e a tagságot egybetartani, vagy bevonzani egyáltalán egy ilyen közösségbe őket? Hát az igazság az az, hogy többféle tag van. Van, aki nem akar hozzánk csatlakozni. Azzal megpróbálom, ugye, ha megkapom minden évben az új belépők listáját. Vagy hát, lehetséges belépők. Vagy lehetséges. Hát a lehetségest azt nem, mert az egyesülettől kapom meg, tehát ők már valamilyen szinten beléptek. És akkor én megkeresem vele a kapcsolatot, tehát felkeresem először ugye levélbe, vagy ha van telefon elérhetősége, akkor telefonon, esetleg mailben. És ha óhajt velem megismerkedni, akar a csapathoz tartozni, akkor természetesen felveszem most, vagy ha olyan mozgássérült, akkor elmegyek hozzá a lakására, hogyha ő ezt kéri, vagy igényt tart rá. Ha nem, akkor elmondom, hogy hol tudunk találkozni, tehát az összejöveteleket. Ugye a 6. kerületben, itt az 5-ös 10-ben van a civil szobában minden hónap utolsó szerdáján 4 órakor az összejövetel, ott engem bárki megkereshet, bármilyen problémával. Nem könnyű, mert ugye aki olyan nagyon mozgássérült, nem tud kijönni, és bizony nagyon örülnek, hogyha meglátogatom. Tehát az emberek túlnyomó többsége örül neki. És őt is megpróbáljuk persze bevonni a programokba, mert én azt gondolom, hogy ha az ember látja, hogy a másiknak is van problémája, ő is kerekesszékbe ül, a harmadiknak is,
két bottal, meg alig bír járni, és fiatalok is, tehát itt most nem csak az idősebb korosztályról van szó, hanem van én nekem a 6. kerületben is olyan, még nincs 30 éves, de mindig jönnek velünk, pedig alig bír szegényként jön menni, de jön. Hát aztán, hogyha van ugye kerekesszékes, akkor az ugye egyéb problémát vet fel, mert hát ugye nálunk még az akadálymentesítés az nagyon gyerekcipőbe jár sajnos, főleg vidéken, de hát itt Budapesten is azért tudnék mesélni. De azért itt már azt lehet észrevenni az önkormányzatok részéről, legalábbis nekem a 6.-7. kerületben az a tapasztalatom, hogy tényleg az önkormányzat igyekszik az akadálymentesítésre, tehát törekszik akadálymentesíteni a leginkább hát ugye a közintézményeket, stb. Tehát, hát de hát a járta szigetekre, vagy a járták, hát és igen, az Budapesten való átmenetel sem mindenhol megoldott. Azok sem az igazi. Őszintén. Ez így van. És hát például ez ugyanígy van a nyugati aluljáról például, ugye amit most nemrég újítottak föl, nem akadálymentesítették, a parlament látogató központjánál szintén a valami busz nem állhat meg a régi helyen, hanem máshol van a buszparkoló, és onnét viszont a kerekesszékesek nem tudnak a látogató központba bemenni. Na most egyébként ez nekem most mondja, a parlamentet említetted pont Törlei Mária művésznővel, körbesétáltuk múltkor egy konferencia után a parlamentet, és gyönyörgöttünk benne, hát és bosszankodva vettük tudomásul, hogy a Dunapart felüli rész, ami csodálatos, az ilyen kis mozaik kövekkel van végigrakva, és pont azon gondolkodtam, hogy na, azon egy kerekesszékes, vagy egy kisgyerekes babakocsit toló anyuka, hát netán, tehát hogyha valaki magasarkú cipőben van, akkor az úgy kell, hogy végig küzdje magát. Tehát ebből a szempontból esztétikailag gyönyörű, de nem a legpraktikusabb, hogy így mondjam. Hát igen. És hát ugye ez, ami most még, és ezt muszáj, hogy megemlítsem, ha már az akadálymentesítésről van szó, hogy itt van ugye a 3-as metró, ami felújítás előtt áll. És egész egyszerűen egy csomó megállót, leginkább a belvárosi megállókat, én azt gondolom, talán az van a legmélyebben, és talán ez az oka, de nem tudom, pénz hiányában nem akarnak akadálymentesíteni. Na most ez csak azért szomorú, mert hogyha mondjuk, mert hogy ugye most újítják fel a metrót, ezt én megértem, hogy nincs pénz, de ha azt mondaná, de ha most ugye nem csinálják meg, akkor 5 év múlva nem fogják megcsinálni. Igen. Tehát akkor az így lesz, mit tudom én, az elkövetkezendő 30 évig. Hát mi lenne a feladat? Hát na passz, ezt én nem vagyok műszaki, nem tudom, de az biztos, hogy mondjuk hát vagy liftekkel például, vagy korlátlifttel, de azt nem tudom, mert ugye három, tehát a lefelé menő mozgólépcső az 3 mozgólépcső. Tehát azoknak kellene egy kiszélesített részt vagy hát, ráakasztani, vagy valami nagyon, ilyesmi. Igen, nem vagyok, igen, most próbálom vizuálisan igen, elképzelni. Nem vagyok akadálymentesítő mérnök, de egyébként az Egyesületnek van egy egyetemes tervező és kutatóközpontja, az ETIK. Ez a Lurdi házban van, és ott vannak akadálymentesítő mérnökök. Én úgy tudom, hogy a BKV-val is kapcsolatban áll az ETIK, csak hát pénzhiányra hivatkozva nem minden megállót tudnak akadálymentesíteni. Hát és aztán persze van, ahol lifttel lehetne megoldani, tehát nem tudom, hogy mondjuk a Deák téren, hogy ott hogy lehetne megoldani, tehát nem ismerem a műszaki, hogy mondjam, tehát a rendszerét a lejáratnak, de hát biztos, hogy ezt azért egy mérnök meg tudná oldani, én azt gondolom. Na most, hogyha már itt tartunk, és belemerültünk ebbe a kérdésbe, és ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés, és sose lehet tudni, hogy éppen hol talál nyitott fülekre egy-egy beszélgetés. Hát és az jutott az eszembe, hogy ugye vannak mérnökök, vannak területek, amelyek mozgássérültek számára,
egyszerűen elzárt területek, mondjuk ilyenek akkor ezek szerint az aluljárók és a metrók. Viszont azt szeretnénk, hogy minél több olyan beintegrálódott munka lehetőségbe kerüljenek be a mozgássérültek. Hogy juthatnak el a munkahelyre? Azt tudom, hogy vannak gépkocsi programok, na de nem biztos, hogy mindenki vezet, vagy képes vezetni, vagy akar vezetni egyáltalán, és el tud jönni a munkahelyére. Hát igen, ez egy jó kérdés. Valóban létezik gépkocsi vásárlási hozzájárulás, ami vissza nem térítendő, tehát tényleg komoly pénzt kapnak, az új autóra az 1 millió forint, használt autóra meg 900 ezer, vagy nem 600 ezer elnézést. Igen, mert 900 ezer forint volt az régen az új autóra, most azt is megemelték 100 ezer forinttal, tehát most már 1 millió forint. De az egyfajta autót lehet csak vásárolni, egy Suzuki, egyfajta Suzukit. Uh-huh. És azt gondolom, hogy úgy van kiképezve eleve, hogy hát esetleg alkalmas legyen. Az a Suzuki alkalmas rá, de hát azért van más autó is, amelyik alkalmas lenne rá, uh-huh. De ez az egy autó az, ami támogatást kaphat. Hát ezért is a MEOSZ azért küzd, hogy ez ne így legyen, de hát egyelőre ez még függő. És hát igen, van, aki nem tud vezetni. Lehet elképzelhető, hogy fizikai határai vannak, bár át tudják alakítani a kézi vezérlésre a pedálokat, tehát ez létezik, és ahhoz is van hozzájárulás. De van, aki egész egyszerűen fél vezetni, vagy... Tehát, vagy, mert van, aki nem érzi magát alkalmasnak arra, igen, hogy a forgalomban gépkocsit vezessen fél, és akkor az jobb is talán, hogyha nem, nem, mert az esetleg balesetet is okozhat, a bizonytalanság, mert a bizonytalan gépkocsi vezető ugyanolyan veszélyes tud, igen, lenni, mint egy gyors hajtó, vagy legalábbis hasonló. És hát sajnos ez a munkahelyre jutás, ez nem egy könnyű dolog. Bár ma már meg kell mondjam a BKV részéről is, egyre több az alacsony padlós jármű, tehát ilyen a villamosoknál is, ugye ez a kombinó villamos, tehát oda is azért most már kerekesszékesek fel tudnak szállni. Alacsony padlós járművek ki vannak a menetrendben jelölve, van, hogy akár trolliról beszélünk, akár autóbuszról, vagy például távolsági buszról. Távolsági buszon is van olyan kerekesszékes, aki agglomerációból, én magam láttam, agglomerációból megy dolgozni, jött le a Újpest városközpontnál, metróból ott, azt hiszem metróból jött, de nem, ebben azért nem vagyok biztos, de a metró felől jött, és nagyon szépen akadálymentesítve van ott a buszpályaudvar környéke, és ezzel a nagy elektromos kerekesszékkel, és akkor már mikor meglátta fönt a rámpa, tehát a lejáró tetején, tehát innét tudtam, hogy minden nap jön, vagy utazik, és akkor pattant ki a gépkocsi vezető, kihajtotta a rámpát, ami föl tudta vinni az elektromos kerekesszéket, ahhoz azt kell tudni, hogy ez így emberrel együtt van. Hátan 250-300 kilométer, mert annak van egy hatalmas akkumulátora, ami azért nem könnyű, tehát úgy együtt egy tekintélyes súly, és hát ment haza. És gondolom a leszállásnál ugyanígy. Na most ez a pozitív példa, de hát nem, igen, mindig pozitív példákkal vagyunk tele, mert nem mindenkinek van elektromos kerekesszéke, hanem ugye a legtöbb embert valaki segíti, vagy éppen kézzel hajtja magát, és már ez is nagy dolog, hogy vannak ezek a kis összehajthatós kerekesszékek, amivel tudunk segíteni. Nem kértem én, hogy készüljél abból, hogy milyen támogatási formák vagy juttatások vannak azoknak a mozgássérülteknek, akik, mondom, nagyon széles skálán mozogva hozzátok tartoznak. De egy pár olyan támogatási formát próbáljál meg felsorolni, és tudom, hogy a híradásokban ugye azt mondják, hogy 14-28 ezer forintból kell megélni egy hónapba, tehát egészen furcsa számokat lehet hallani, aminek én most nem tudom a valóság tartalmát megítélni.
Viszont azt tudom, hogy ti nagyon sokat segítetek abban, hogy megtaláljátok azokat az utakat és egyéb támogatási formákat a tagjaitok részére, ami által könnyebbé lehet anyagilag tenni az életüket. Hát a támogatási forma, hát egyrészt, tehát ez az orvos szakértői véleményektől függ. Tehát, hogy kinek milyen a betegsége, milyen súlyos. Ez a 23 ezer pár száz forint most így, tehát ez azért változó, mert ez valahogy a minimál nyugdíjhoz van kötve, és annak van a hány százaléka. Ezt én így nem szoktam megjegyezni, bevallom férfiasan, ez csúnya dolog, de így van. De én azt gondolom, de a MEOSZ honlapján fönt van, úgyhogy ott bárki részletesen, hogy kinek milyen juttatásra jogosult, azt megtalálja, tehát a www.meosz.hu-n megvan. És ott azt rendszeresen napra készen karban is tartják, tehát azóta az biztos, hogy az a megjelenik egy jogszabály, és akkor pillanatok alatt az informatikus az aktualizálja. Na most valóban nagyon kevés tud lenni ez a fogyatékossági, tehát járulék, amit, mert van fogyatékossági támogatás is, az megint más történet. De a fogyatékossági járulék az valóban nem egy túl nagy 20-valahány, 23 ezer pár száz forint, de ez, hogyha valaki tényleg nagyon súlyos fogyatékos, ez akár a duplájára is fölmehet, tehát a 50 ezer forint körüli összegre. Na most erre mondjuk azt, hogy tulajdonképpen ez mire elegendő? Hát élni még ez se túl sok. Igen, hát ez sajnos ez így van, de nem tehát tudunk. Se élni, se meghalni nem lehet belőle. Hát igen, igen. Tehát ez sajnos nagyon kevés pénz, ez van. Mi van azokkal, akiknek nincsen családi támogatás, családi háttér? Hát az eléggé szomorú helyzetben van, megmondom őszintén. Volt ilyenre is példa, sőt volt, ez ugyan nem most történt, két ilyen mozgássérültem volt. Az egyik egy idős hölgy volt, aki, hát azért mondom, hogy nem most történt, mind a kettő elhunyt sajnos, de az egyiknek a devizahitelet fedezetként nyújtotta a lakása, és kirakták. Őt sikerült, és amikor sírva fölhívott, akkor sikerült elhelyezni ilyen emeltebb szintű otthonba, tehát nem került utcára. Uh-huh. A másik ember az meg szintén ilyen devizahiteles bulija volt, csak ő hitelt vett fel, meg mit tudom én, és fizette, amit tudott dolgozni, csak közben lebetegedett, tehát amputálni kellett, kerekesszékbe került, egy csomó ideig nem volt munkája, nem tudta fizetni a törlesztést. Mire lett munkája, addigra már a bank már a végrehajtás fázisába került az egész lakás, és gyakorlatilag ott volt lakás nélkül. Hát rajta is sikerült segítenem egy képviselőt, egy képviselőt hívtam föl, és akkor őt sikerült egy mosókonyhába elhelyeznem a 13. kerületbe. Hát az se a hidalja, szóval most nem egy lakás, de mégis azért volt egy ajtó, amit magára tudott csukni, valamilyen fűtésről tudott gondoskodni, hát a WC kint volt, és hát tábori, tehát hogy mondjam, nem európai körülmények között, uh-huh. de végül is mégis sikerült megoldanom, hogy nem lett hajléktalan, és ez nagy szó. Tulajdonképpen ennek az egésznek több tanúsága is van, amit elmesélt most Olga. Ugye az egyik az, hogy az egyesülethez való tartozás mégiscsak egy minimális védőhálót ad, mert az ember saját magának nehezebben tud kiharcolni dolgokat, ezt mindannyian tudjuk. Tehát, hogyha valaki másért kell menni, és más ügyében kell intézkedni, akkor azt valahogy könnyebbnek érezzük, mint saját magunk miatt kopogtatni. Tehát ilyen szempontból az nagyon jó, és én azt gondolom, hogy mind a két esetben jó érzés lehetett, hogy nem hagyta őket, vagy nem hagyta az egyesület őket az utcán. Hát igen, ez egy sikerélmény volt nekem is, mert az
Persze a programok szervezése az nagyon látványos, de igen. Igazából a hétköznapok, igen. Tehát az Egyesületnek a célja azért nem ez. Ez is persze, hogy közösségformáló legyen, hogy, és szövődnek is barátságok, szóval ez egy jó, jó dolog. És, de azért nem ez a célja az Egyesületnek nyilván, hanem az érdekvédelem, érdekérvényesítés elsősorban. Ugye, és itt ugye az akadálymentesítés, és ha valaki bajba kerül, hát volt olyan, aki jött hozzám, hogy megkapta a végelszámoló gázszámláját, és ő most mit csinálja, mert nem tudja kifizetni. És hát az, és ahogy így, ahogy mondtad, hogy az ember magáért nem szól, mert én is magamért tetszik, nem tetszik, és ebben nyúlok, kifizettem. De azért másért kinyitom a számat, és küzdök. Magamért biztos nem tenném, de nyilván kifizetném, de azért, mikor más van, akkor azért minden követ megmozgatok. De ez nekem egy jó érzés, mert inkább én segítek máson, mint hogy rajtam segítsenek. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy még nagyon sokáig te fogsz tudni segíteni az embereken, és nem fogsz segítségre szorulni. Kedves nézőink, Herzlné Rohonyi Olgát láthatták, hallhatták, aki a Terézvárosi Erzsébetvárosi Mozgássérültek Értekvédelmi Egyesületének az elnöke, és aki hasznos információkkal szolgált önöknek. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A véradás fontosságára szeretnénk fölhívni a figyelmet az elkövetkezendő percekben. Gyuris Károlyné Zsuzsi a vendégem, a területi véradás szervező. A területet pedig mindjárt el is mondjuk, mi nem csak Terézvárosról és Erzsébetvárosról van szó, hanem a 9. kerületről is. És az 5. kerületről is. Az, hogy miért így jön össze ez a terület, azt gyakorlatilag mindenki tudhatja, hiszen egymáshoz kötődnek a kerületek valamilyen úton, módon. Mennyire nyilvánul meg ez a területi egység, a belvárosi területi egység a víradás szervezésében? Tehát hogyan jelöli ki azt, hogy melyik kerületben mikor, hova esik a víradás? És van-e ennek valami hagyománya? Így van, tehát minden kerületben, minden területen vannak hagyományosan visszatérő véradásaink. Ez az alapbázis, tehát erre szervezésnél erre tudunk támaszkodni. Aztán természetesen menet közben vannak események, rendezvények, főleg így a nyári időszakon, amikhez próbálunk elsősorban itt a belvárosban, ugye, ahogy mondtad, 6., 7., 9. kelet, 5. Tehát az 5., 6., 7. az amiatt idézelbe egy pici könnyebbséget jelent szervezés szempontjából, hogy ugye itt vannak egymás mellett, és aránylag pici kerületek, tehát jól bejárhatóak. Talán könnyebben lehet együttesen keresni, és az ember, amikor egyik helyszínről megy át a másikra, akkor nyitott szemmel jár, és mindig talál valami újdonságot, hogy most itt egy irodaházban éppen látszik, hogy már megtelt, nincs kinn a hirdetés például, hogy... Agyvért. Igen, agyvért. Tehát ennyi, de egyébként ez egy ilyen területi elosztás alapján sok-sok évvel ezelőtt volt, és hát tartjuk továbbra, sincs jobb idézőjelbe, és marad ez a történet, és működik. A véradás viszont rendkívül fontos. Itt a Nyugatinál 18-án kerül sor véradásra, ami azt hiszem, hogy egy olyan bejáratott helyszín a Királyi Váróval, amelyet mindenki nagyon szeret. Milyen sterilitásra, milyen körülményekre van szükség ahhoz, hogy egy helyszín a véradáshoz alkalmas legyen? Semmi különösebb extrát, tehát nem kell nagy takarítást csinálni, nem kell az egérlukat is kifertőtleníteni, egy alap mindennapi porszívózás, vagy egy felmosás, egy frissítő felmosás, amit egyébként is minden nap megcsinálnak, és portörlés. Ennyi a kérésünk, és működik a dolog. Ezzel aztán a természetesen a véradás folyamán, amikor már a szakmát, ugye az országos véradásszolgálat munkatársai, amit végeznek a fertőtlenítés, ő nekik ugyanazokat a fertőtlenítési folyamatokat és biztonsági dolgokat kell megcsinálni a helyszínen is, mint hogyha akár a vérellátószolgálatba mennének be. Azt, hogy ez nagyon szigorú. Hogy a véradás mennyire fontos, azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyozni, viszont kevesen tudják, hogy azáltal, hogy véradók lesznek, donorrá válnak, és sok embernek az életét menthetik meg. Egy leadott vérmennyiség hányféle felhasználásra kerül?
Tehát egy teljes vérből, amit 4,5 deci vért jelent egy alkalommal, ebből háromféle különböző vérkészítmény születik, és természetesen ezáltal három különböző emberen lehet segíteni, akár az életét is megmenteni. Tehát ezért nagyon fontos. Nyáron több vagy kevesebb vérre van szükség? Hát ugye, sajnos ugye az igények és a lehetőségek a mérleg két különböző irányába hatnak. Ugye egyrészt a szabadságolások, másrészt vannak allergiások. Ugye a nyári allergia szezon is befolyásolja a véradás lehetőséget. Aki allergiás, az nem adhat vért? Hát igen, legtöbbször az a tapasztalat, egy-két allergia gyógyszerrel lehet vért adni, de ezek az általában, amelyik hatásosak és hosszú időn keresztül folyamatosan kell szedni, hónapokon keresztül, ezek olyan hatóanyagot tartalmaznak, ami miatt nem javasolt. Tehát ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az, hogy az igény az sajnos, tehát van az alapigény, ami állandóan van a műtétekhez, aztán ugye bejön a baleset, sajnos halljuk a hétvégenként, hogy milyen balesetek vannak. Nagyon jó az idegenforgalom, nagyon örülünk a sok külföldinek, de sajnos ővelük is történhet, akár akut valami, vagy akár baleset miatt. És ugyanakkor pedig folyamatosan el kell látni nyáron is azokat a betegeket, akik folyamatos transzfúzióra vagy vérre szorulnak. Tehát a véradás az egy hihetetlenül fontos dolog, és szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogyha egészségesnek érzi magát, akkor menjen el véradásra. És akkor itt jön a következő gondolat, hogyha egészségesnek érzi magát, aztán ott az első pillanatban, vagy az első pár percben kiderül, hogy valóban alkalmas-e arra, hogy vért adjon. Így van, tehát van először is ugye ez az indítatás, hogy szeretne segíteni önzetlenül ismeretlen három betegember társán, a másik pedig az, hogy egészségesnek érzi magát, jól érzi magát, és aztán laborvizsgálat, úgy, ahogy mondtad, pár percen belül van egy hemoglobin szintmérés, amit minden egyes alkalommal el kell végezni, és utána pedig a belgyógyász doktor úr még vérnyomás mér, elbeszélget a donorral, ugye egy donor kérdőív kitöltése, és több információt ad meg a laboreredmény, és ez alapján fogja eldönteni, és jelenleg perceken belül kiderül. Az is kiderül, hogy egészségesek vagyunk-e, és nagyon sok betegséget vagy problémát már itt ki lehet szűrni. Hogyha mi az átlag, vagy lehet-e átlagról beszélni, hogy aki elmegy vért adni, annak hány százaléka az, aki valóban alkalmas aztán a véradásra? Tehát aki valóban alkalmas, az 80-90%, 10-15% az országos kiszűrési arány. Tehát ez teljesen... Ki az, akit eleve, most, hogyha megfordul a fejükbe, zárjunk ki a véradásból? Hát egyrészt a kor, ugye az is számít, 18-tól 62 éves korig a rendszeres véradók, várjuk. Aztán ugye van egy alapsúly, a hölgyek, ugye általában ők, a fiatal hölgyek esnek ebbe bele, 50 kiló alatti súlyhatárral nem lehet vért adni, ez az alsó súlyhatár. Aztán látható jele például a herpes megléte, vagy netántán nem olyan régen volt, és még nem gyógyult meg, tehát még kicsit gyógyuló félben van. A herpes teljes gyógyulása után 3 hét esetleg valaki antibiotikumot szedett. Az is azután is 3 héttel, ezek ilyen alapvető dolgok, tehát vannak ilyenek, ezt nem kell feltétlen mindenkinek tudni, de nagyon sokszor belefutunk, és ugye természetesen látható rajta például egy herpes, akkor már megkérjük, hogy ne is jelentkezzen, mert nem lesz alkalmas, és aztán az orvossal történő 4 szem közti vizsgálatnál, ott aztán még további dolgok kiderülhetnek, amit aztán az orvos tudja, hogy esetleg gyógyszerszedés nem feltétlenül problémát jelent, például magas vérnyomásra szedett gyógyszerek. Van egy ilyen tévhét a köztudatban, hogy jó, magas vérnyomásomban szedek vérnyomást csökkentet, akkor nem adhatok vért. Nem feltétlenül igaz ez, van egy rész, ahol igen, olyan a betegek egy részénél, ezt az orvos fogja tudni a gyógyszer alapján, annyi a lényeg, hogyha normál értéket mér itt az orvos, tehát beállított normál értéket, meg el tudja mondani a donor, hogy milyen gyógyszereket szed. Ebből a képből az orvos ugye rögtön fogja tudni, hogy ezekkel a gyógyszerekkel fog-e tudni, vagy nem, tehát egyáltalán nem kizárók. Kár lenne ezért nem megpróbálkozni a véradással. A Vöröskeresztnek a honlapján ezek a kizáró
tényezők föl vannak-e valahol sorolva? Tehát milyen informatív a honlap? Hát van egy információ egyáltalán a véradásról, hát ez egy körbe A per 4-es méretű információ, tehát ha kinyomtatjuk, akkor az jelenik meg, és ezek az alapdolgok rajta vannak, tehát mindenképpen, és mondom, a továbbiak az pedig már tényleg szakma, és ott az orvos döntése, helyében levő orvos döntése. Az előbb meséltél arról, hogy nyitott szemmel jártok a világba, hogy honnan is lehetne minél több véradót bevonzani ebbe a körbe. És hogyha épül egy úri irodaház, és látjátok, hogy költöznek be az irodákba, és már vannak emberek, akkor ott megpróbáltok megjelenni. Mennyire nyitottak, és most a nyár folyamán mennyire lehet sarkalni az embereket a vérnyomásra. Az a fesztiválokon, ez egy furcsa dolog, és kénytelen vagyok erről beszélni, mert a fesztiválokon nagyon sok lelkes fiatal gyűlik össze, és azt gondolom, hogy puzgón adnának is vért, azonban elég sok alkoholt is fogyasztanak, netántán valamilyen illegális anyag is benn van a szervezetükbe. Hogyan működik a fesztiválok alkalmával a véradás, és ki az, aki ott tud vért adni? Én csak saját tapasztalatomról tudok beszélni. Azt tudom, hogy folyamatosan megyünk a fesztiválokra, és egy nyári időszakban kiemelt helyszínek. Én több mint 10 éven keresztül szerveztem a Sziget Fesztivált, amikor még olyan volt a Sziget Fesztivál, hogy ugye nem olyan, mint most, hogy szinte már 85% a külföldi, hanem amikor még sokkal több magyar részvevője volt, és semmivel több kiszűrt nem volt a Sziget Fesztiválon, mint alapvéradásokon. Tehát akkor azt jó volt az arány. Így van, azt tapasztaltuk, hogy aki betervezte, hogy ott azon a helyszínen vért ad, egyrészt ilyen baráti társaságok, tehát egymást buzdították és együtt jöttek, és nem egyszer azt csinálták, hogy az esemény kezdetekor megjelentek nálunk, és megkérdezték, hogy mennyi az az idő, amikor az alkoholtól tartózkodni kell, és hogy működik az egész dolog, és hogy ennyien jönnének, és hogy mi az ő teendőjük, és nagyon tudatosan, konkrétan készültek rá, és én ennek tudom be. Így van, tehát én azt gondolom, hogy aki vállalkozik a véradásra, ez nem csak a fesztiválokon jellemző, de a fesztiválokon talán még egy kicsit kiemeltemben, az egyrészt tudatában van annak felelősségteljes fiatal, és aki pedig csak a szórakozás miatt érkezik, meg azért, hogy jól érezze magát, az nem igazán foglalkozik, szerintem előtte se nagyon, de ott a fesztiválon nem, és igazából jó is így. Előfordulhat-e az, hogy külföldi állampolgár, aki éppen itt van, Magyarországon vért ad itt? Hát az esélye az nagyon kevés, ugyanis a 2005/3-as EU-miniszter rendelet még mindig élvényben van, magyar lakcímkártyára van szükség, Európai Uniós tajkártya már jó, tehát a magyar tajkártya mellett ugye az Európai Uniós-t is, de ugye aki ide eljön fesztiválozni külföldről, annak leginkább nincs magyar lakcímkártyája arra az időszakra. Jó lenne ezt a törvényt változtatni? Én nem tudom, hogy jó de lenne. Nem fordult az agyamban, tehát lehet, hogy... Ez a rendszer van, és mivel 2005 óta így működik, tehát bizonyos értelemben nem gondoltak rá még, hogy esetleg változtatni, nyilván megvan neki az oka. Tehát az, hogy utol lehessen érni itt Magyarországon, ha történik valami, tehát mégis találnak a szervezetében, mert ugye a benti vizsgálatok az 8-féle vírusvizsgálat, és akkor értesítik a donort. Egyrészt először is egy kontrollvizsgálatra, mert egy eredmény az nem eredmény. Tehát bármennyire zárt a rendszer, és bármennyire biztonságos, azért a gépekről is tudjuk, hogy ami elromolhat, az el is romlik néha. Tehát akkor nem kell még azért rettenetesen megijedni, el kell menni egy kontrollra, és hogyha az az eredmény is ugyanazt mutatja, akkor pedig megfelelő helyre invitálják, illetve utalják be a donort a további teendők miatt. Na most, hogy ezt egy külföldi állampolgárral hogy tudod megcsinálni? Tehát ez az oka, értem. Hogy mindenképpen fontos, hogy a lakcímkártya ott legyen, és a lakcímkártyában a valós lakcíme legyen bent, ahol utolérhető.
egy nagyon fontos dologra rávilágítottál tulajdonképpen, az, hogy a levett vér, illetve az embereknek átadott vér, az azt gondolom, hogy majdnem 100%-ig biztonságos. Mert egy időben volt olyan tévhit, ugye, hogy hepatitiszes vért adtak, illetve volt rá példa, hogy hepatitiszes vér került, vagy éces vér került átadásra, és ezzel fertőződtek. Ezekkel a kontrollvizsgálatokkal, tehát eleve a véradáskor vesznek mintát, és megnézik, hogy egészséges-e. És van egy későbbi kontroll, amivel utol lehet érni a vendéget, azt gondolom, hogy a minimálisra csökken annak az esélye, hogy valaki rossz vért kapjon. Én azt tudom, azt az információt, hogy Európán belül például Magyarországon az egyik legbiztonságosabb ez a rendszer, tehát amilyen rendszeren átmegy a szűrés, az 100%-ig azt lehet mondani. Tehát én azt gondolom, hogy igen, és amiről te beszéltél, ezek már ilyen 20-30 éves történetek. Igen, igen. De ugye persze, keringenek, persze, és a rossz az mindig előbb kering, mint van. A jó történet. Jó. Hol lesznek nyáron véradások? Hát nagyon sok véradás van. Ugye napi 1600-1800 donorra van szükség nyáron is, ez országos szinten. Veradás.hu oldalra föl kell menni, és beírni a keresőbe éppen azt a helyet, azt a várost, azt a helyet, vagy hogy aminek a közelében lakunk, vagy ott tartózkodunk, és szeretnénk vért adni, és egy hónapra előre az összes nyilvános véradó helyszínek megtalálhatóak. És ezt támogatandó két esemény is van, illetve akciója is van a Magyar Vöröskeresztnek és az Országos Vérellátó Szolgálatnak, ami nagy, mostanában indult, július 3-ától augusztus 31-ig tart a nyári feltöltődés szlogennel induló nyári véradás, ami az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt együttműködésével jött létre. Minden nyári véradáson, aki vért ad, részt vesz egy nyereményjátékon, ahol értékes nyeremények vannak. A Földi például egy nagyon, nem akarom kimondani a nevét, tehát egy utazási cég által egy hetes két fő részére szóló all-inclusive ellátás Görögországba. Aztán vannak havi utazási nyeremények, és egyéb értékes, például borcsomagok, tehát neves borászatok szálltak be, akkor a Szolnoki Repülő Múzeumban egy parkrendezvénynek a jegyeit is meg lehet nyerni, ami nagyon népszerű a fiatalok korában. Tehát tényleg ez most egy olyan, ami még ilyen nem volt, tehát párját ritkítja, és mi nagyon-nagyon örülünk, véradó szervezők, és nagy örömmel adjuk tovább ezt a lehetőséget. Nagyon sokan, akik hezitálnak, hogy adjanak-e vért, fölteszik magukba a kérdést, hogy azon kívül, hogy segítek valakinek, nem káros-e a szervezetemre. Mi tudjuk, hogy nem, de mondjuk el, hogy miért jó. Hát ugye mindenki kap egy alapszűrést, tehát már a helyszínen ugye a vérnyomásmérés, amiről állandóan beszélünk egészségügyi programokban, hogy megelőzés, ugye méressük meg a vérnyomásunkat, méressük meg a vércukrunkat, koleszterin szintet. Tehát itt például egy része van, nem mindenkinek van még a mai világban sem otthon vérnyomásmérője, és egy alattomos betegség, mert semmi tünete nincsen az elején, sokáig, aztán egyszer csak lesújt a ménykő, te szó szerint, átvételesen értelmezve, tehát például ez. Aztán ugye van egy hemoglobin szint, akkor megtudja, hogy ugye nem vérszegény. És hát a további vizsgálatok, amiről beszéltünk, a vírusvizsgálatok, amik ugyancsak megerősítik azt a tudatot, hogy egészséges vagyok. Ha adhattam vért, akkor örüljek, mert egészséges vagyok. És a véradás, az fölfrissíti a szervezetet. Így van, tehát ahogy levételre került a 4,5 deci vér, azonnal elindul a szervezet, beindul, és elkezd újra termelődni a vörösvértestek, és ezért mondják a véradók azt, hogy második, harmadik nap már egy ilyen hurrá, happy, ide nekem az oroszlánt érzés van, mert ahogy felfrissült a szervezet, akkor tele van energiával. Az első nap van egy ilyen enyhe kis bágyadság, ami nem rossz érzés, tehát nem az, amikor az ember nagyon fáradt, hanem egy ilyen jól eső kis bágyultság, és utána pedig a második nap pedig alszik egy jót, kipiheni magát, és úgy ébred föl, hogy hurrá, gyerünk. Beszéltünk az országos rendezvényekről, illetve a lehetőségekről, de van egy budapesti versenyetek is.
Így van. Tehát a Véradó barát versenyt az budapesti Vöröskereszt, fővárosi Vöröskereszt hirdette meg. Most már több mint 3 éve van folyamatban, és júniustól szeptember 30-áig vannak helyszíneink. Elsősorban a Vöröskereszt székháza, az 5. kelet Arany János utca 31-ben a székházas véradások, ami minden hónap utolsó csütörtökén aktuálisak. És különböző kiemelt események, amiket a budapesti Vöröskereszt szervez, azokra véradó barát társaságokat, tehát munkahelyek, baráti társaságok megjelenését várjuk, maximum 20 fő az, aki részt vehet ebben, és ez alatt az időszak alatt, június és szeptember 30-áig tartó időszakban kétszer is tudnak adni akár a férfiak, mert ugye 57 napnak kell eltelni két véradás között, tehát úgy lett ez kitalálva, hogy még beleférjen akár két véradás is, és a csoporton belül, akik jönnek vért adni, ugye azok azt fogjuk nézni, hogy a létszámnak, létszám arányában mégis hány véradás volt, tehát hányszor adtak vért, nem az, hogy hányan, hanem ugye arányaiban hányan, és az első helyezett értékes ilyen közösségi nyereményt fog nyerni. Tavaly például a Vöröskereszt, Budapesti Vöröskereszt Nógrád falusi házába lehetett eltölteni egy hétvégét, mondjuk 20 főnek, azért elég az jó egy hangzik. Nagyon jó, igen. Így van. Az egy nagyon jó kis társaság. Egyébként erre hol lehet jelentkezni? Mert az Arany János utcában? Van egy e-mail cím, titkarság@vöröskereszt.bp.hu. Jól mondtam? Igen. Igen, és ugye várjuk a csapatoknak a jelentkezét, és egy picit sürget az idő, mert július 20-áig kellene jelentkezni. Igen, tehát 17-én indult, tehát illetve június 17-én indult. Elindult. Tehát akkor azt mondja, hogy július 20-ig 4 hónap van rá, maximum 20 fővel le kell tölteni a nevezési lapot, utána el kell küldeni a titkarság@vöröskereszt.bp.hu-ra július 20-áig, aztán jön a véradási június 17-e és szeptember 30-a között, és a közösségi élményekben való részvétel. Így van, és gondolom, a csapatnak lesz egy kontaktja, akit a csapat maga közül választ, mint esetleg csapatkapitány, akivel tartja a Vöröskereszt a kapcsolatot, és mindig kapják az információt, hogy hova lehet menni, hol van véradás. Egyébként ez a maximum 20 fő, a minimum létszám az nincsen meghatározva? Tehát hát nem... azért gondolom, hogy egy ember nem számít csapatnak, hát nem, tehát egy ilyen 4-5 fő szerintem az, az úgy ideális, az már úgy... Az már kitehetett így csapatot. Van, így van, így van. Hát reméljük, hogy sokan fognak élni a lehetőséggel, pláne akkor, hogyha ilyen jó ügyet szolgálnak. Azt gondolom, hogy ez lesz a tökéletes végszó, tehát hurrá, gyerünk, menjenek vért adni, nézzék meg a véradás.hu-n, hogy milyen helyszínek találhatóak, és buzdítsák az ismerőseiket, és legyenek önök is donorok. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, és szeretettel várjuk a véradókat. Kedves nézőink, a hétvégén, 22-én 18 órakor a Hunyadi téren Pribolszky Mátyás és a Vendje lesz a vendég, úgyhogy szeretnénk önöket meginvitálni, de mindenhez természetesen Pribolszky Mátyást hívtuk föl telefonon egy rövid interjúval, megcsináljuk a beharangozót. Itt vagy a vonalban, Mátyás? Itt vagyok, köszönöm szépen, üdvözlet a nézőknek, hallgatóknak, neked is, mindenkinek. Köszönöm szépen. Na hát Mátyás lelkem, te többször voltál már a Hunyadi téren, azt gondolom, hogy egy kivételes hangulatú koncertet fogunk látni most is. Kik lesznek veled a színpadon? A Pribolszky Mátyás Band legénysége, név szerint, hogyha szabad ennyi eláruljak, Csizmadia László basszusgitár, Monár Dániel a doboknál, és még mindig második Szász Ferenc gitározik, valamint jó magam Pribolszky Mátyás énekszájharmonika, úgyhogy kvartett formációban megyünk. Mint ahogy az elmúlt két esztendőben járjuk az ország klubjai fesztiválit és a nemzetközi fesztiválokat egyaránt. Úgyhogy a kis csapatunkkal és a kis műsor gerince az pedig nem más, mint pontosan egy éve megjelent My Stories című saját lemezünk. Erről fogunk nagyon sok számot játszani, és természetesen egy-egy régebbi lemezünk kiemelkedő darabjait, amit mi nagyon szeretünk. Megállítalak egy pillanatra, mert azt gondolom, hogy ez a bluesos hangzású, kicsit jazzes beütésű, nagyon jókedélyű zene, aminek az alapját a te éneked és a szájharmonika játékod alapoz meg, ez
nem mindenki számára ismert. Általában a szájharmonika, mint zenekari hangszer, vagy szóló hangszer is olyan kicsit kezelhetetlen az emberek számára, pedig igen, aki egyszer meghallgatja, az tudja, hogy onnantól kezdve nagyon, bele lehet szedni. Nagyon örülök, hogy belementél ebbe a kérdéskörbe. Alapvetően az átlag magyar ember számára, aki átlag zenehallgató, tehát nem feltétlenül specifikálódott különböző zenei műfajokra, hanem minden onnan, tévéből, rádióból hallgatott zenéket, nem is nagyon találkozik manapság már ezzel a hangszerrel, és érthetlenül állnak sokszor egy-egy koncertünk után, amikor esetleg végignézik, vagy végighallgatják, hogy hú, de jó volt, mi ez? És amikor mondjuk nekik, hogy az alapvetően ez egy blues zene, de rengeteg egy zenei műfajt érintünk, akkor így néznek ki kerek szemekkel, és azt gondolják, hogy ha ez a blues, akkor ők nagyon szeretik. És miért nem hallanak ilyet különböző médiumokban? Ilyenkor mindig az szokott lenni az, hát, hogy mit tudom én, nem vagy rádióbarát, nem odaillik. Én most ebből a kérdéskörülök én nem mennék mélyen bele, hogy miért. Egyéb irány meg ez kizárólag a hazai médiakultúrának a köszönhető, hogy nem igazán foglalkozik ezzel a zenei műfajjal. Azért bennünket szerencsére nagyon sok amerikai, angol és rengeteg európai rádióállomás játszik rendszeresen. Volt komolyabb riportunk a londoni BBC rádióban, élőben játszhattuk el az egyik számunkat. Szóval vannak ilyen értelemben véve ilyen, kicsit érthetetlen, hogy Magyarországon nem kapják föl a fejüket, vagy nem jut el annyira a közönséghez, vagy a rádiókhoz ez a fajta zene. Igazság szerint most akkor ebbe így bele lehetne órákat ülni ebbe a témába, de nem érdemes. Azt majd itt a stúdióban. Bánt, ezzel kapcsolatban, ha szabad ilyet mondjak, hogy mert én sose gondoltam azt, hogy ez a zene egy műfaj, vagy akár a mi zenénk, hú, ezt kiemeltem, a rádióban kellene játszani. Tehát ezt most leszögezem, hogy nem erről van szó, amikor azt mondom, hogy valami bánt, hanem az, hogy még egyáltalán egy kicsi teret sem adnak, tehát ezáltal az átlagos magyar zenehallgató nem nagyon tud találkozni, maximum koncerteken, ilyen szóbeszéd alapján, hogy fú, gyertek el erre, meg erre, mert az nekünk tetszett, és akkor, hogyha úgy van, akkor lehet, hogy eljönnek, és akkor ha nekik is tetszett, további koncertekre is elkísérnek bennünket, stb. Hát így van rajongó gyűjtés, meg egyebek. Ha lehet ilyeneket mondani, bár ilyen nagy rajongó tábor ennek a zenei műfajnak nincs. Szóval reméljük, hogy lesz. Hát... akarok, uh-huh, hogy nincs választási lehetőség előállítva a magyar hallgatóságnak a nagy többsége. Ugye az van, amit kapunk, ami nyilván egy bizonyos szabályok szerint működő történet, de azt gondolom, hogy egy-egy szituációban nem csak mi, hanem rajtunk kívül több olyan neves magyar blueszenét játszó zenekarnak is vannak olyan kiadványai, amelyekből egy-egy számot igazán játszhatna egy-egy magyar médium, de hát nyilván én ebbe nem tudok döntést hozni. Ha ők nem, akkor esetleg a határon kívüli rádiállomásban foglalkoznak velük. Megállítanak egy pillanatra, mert a nézőknek a zenei ízlését egy kicsit tágítani fogjuk ezzel a Hunyadi téri koncerttel, mondom megint, ugye, hogy 22-én 18. órakor a Hunyadi téren találkozhatnak a Pribojszki Mátyás benddel. De ha már itt beszéltünk, hogy külföldön talán jobban ismernek benneteket, vagy jobban elismernek, ennek tökéletesen alátámasztás, vagy ennek tökéletes alátámasztása az is, hogy Tom Jonesnak az előzenekaraként játszottatok Veszprémben. Milyen volt? Ez egy óriási megtiszteltetés volt számunkra. Most nem térek észhez még. Azt elhiszem. Ugye ez több hónapokkal ezelőtti felkérés volt. Nem is elsősorban a magyar, nem csak a magyar Veszprém Fest szervező csapatához kellett eljutatni, hanem rajtuk keresztül a külföldi menedzsmenthez és a mi cuccainkat, tehát nyilvánvaló, hogy ők mondtak erre igent, ők választottak ki, ami az örömünket még jobban növelte nyilvánvalóan, és az meg aztán, hogy már a délutáni beálláskor ott ült a félzenekar, és fülelt bennünket, és mosolyogtak, az mindenképpen pozitív volt. Hát és ami utána történt, az meg egy teljesen egyedülálló dolog az eddigi több mint 20 éves karrieremben, hogy aki látott már zenét koncert után, mármint olyan zenészt, aki kiadja magából, amit kiszokott a színpadokon, aztán elfárad, leízett, stb. És levonul, és szeretne meginni egy pohár vizet, sört, ki mit, átöltözni a színpadi ruhából a
a hétköznapi viseletébe. Ez történt ott is a Veszprém Arénában, csak kopogtak az ajtón, és megjelentek a Tom Jones-nak a zenekar vezetője, meg néhány zenésztársa, hogy akkor mi még maradunk-e, illetve én maradok-e az ő koncertjükön, mert az a helyzet, hogy megbeszélték Tommal, a főnökükkel, hogy szeretnének-e számba fölvinni. Hát először, hogy nem kaptam levegőt, hogy tessék. Tehát én arra készültem, hogy most megyek ki megnézni benneteket. Uh-huh. Mondják a srácok, hogy angol zenész, mindenki mondták, hogy hát az a helyzet, hogy mehetek én ki megnézni, de hogy akkor ennél a pontnál, akkor nekem az, arra az oldalra jön majd a menedzsment, fölkísér, odavíz, és akkor is föl fognak hívni, és akkor ebben a ráadás számban már pedig ők szeretnének. Mondom, de jó. Hát, természetesen igen, és akkor ez így történt. És én is hatás alatt vagyok a mai napig, mert ez egy fantasztikus élmény volt. Nagyon sok nagynevű, zenében nagynevű emberre játszhattam már közösen, akár lemezeken is, koncerteken is, sőt, jó néhány évvel ezelőtt Vajekon Dios zenekarral, akit nyilván nagyon sokan ismernek, korábban a Bill Wyman and the Rhythm Kings, ugye Bill Wyman a Rolling Stones basszusgitárosa volt hosszú évek, neki van egy külön nagy formáció, nekik is voltunk előzenekaruk Németországban egy nagy összefesztiválon. Tehát voltak ilyen jellegű élményei, de ilyen, hogy egy ilyen ekkora név, vagy egy ilyen világsztár fölhívjon, ez most egy külön dimenziót adott, és főleg az, amikor az én kis szárvonokaszpulom után, ugye volt kb. 4-5 méter közöttünk, így én ránéztem, hogy köszönöm, hogy szólóztattam, ő viszont derékig meghajolt, hogy köszönje a szólót. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó eső érzés volt. Hát azt gondolom, hogy egy örök élmény mindkettőtöknek, neked egészen biztos, de hogy Tom Jonesnak is, az is egészen biztos, úgyhogy egészen fölállt a szőrakaromon, és szívből gratulálok ehhez. Kedves nézők, ez azt jelenti, hogy szombaton a Hunyadi téren 22-én olyan élményben lesz részük, ami egy ritka számba menő élmény. Ezt a fajta muzsikát és Miklósékat megtisztelte Tom Jones azzal, hogy fölhívta őket a színpadra, úgyhogy érdemes lesz elmenni. Én nekem viszont van egy személyes kérésem, mert nem biztos, hogy mindenki fogja ezt a sztorit hallani itt a televízióban. Meséld el a nézőknek. Egészen biztos, hogy értékelni fogják és nem élvezni fogják. Ilyen dolgokat így, nem gondolom azt, hogy ez így... Hozd meg a nézőkkel. Én erre biztatlak. Én kitettem, rengeteg ember hozzászólt, gratulált, meg tetszikelte, meg ilyenek, de azon gondolkoztam így 2-3 nap elteltével, hogy nyilvánvaló, hogy ez tök jó dolog, és az ember büszke arra, hogy mások is büszkék, és esetleg ez a dolog nekik is tetszik, vagy megérintette őket, de alapvetően nyilvánvaló, ez egy olyan élmény, amit mondjuk ebben az esetben engem honorál, vagy engem ért, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor mindig az ember saját magának örül, de az meg egy nagyon megtisztelő dolog, hogy mások is írtak hasonlókat, hogy ők is erre büszkék, úgyhogy én nekik innen is nagyon köszönöm, és én is büszke vagyok erre az egészre, meg nyilvánvaló az egész szituációra, ahogy ez lezajlott, és azt gondolom, hogy egy kellő intelligenciával képviseltük a magyar zenei zenészeket, hogyha szabad így fogalmazzak, és ez egy sikeres kis rövid együttműködés, vagy szösszenet, vagy örömzene volt, ami nyilvánvaló több mint valószínű megismételhetetlen, de az élet hozhat még meglepetéseket, úgyhogy mint ahogy ez is az volt tulajdonképpen, mert hogy abszolút nem számítottam én erre a dologra. Én köszönöm, hogy ilyen felhegült energiával teli állapotban fog bennünket látni a Terézvárosi bulin a Hunyadi téren szombaton kora este a megjelenő közönség, úgyhogy ingyenes buli, jöjjenek ki, egy közel másfél órányi ilyen típusú zenét is hallgassanak meg. Nem feltétlenül kell mindenkinek, hogy tetszen, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz egy-egy olyan szám, ami azoknak is tetszeni fognak, akik egy kicsit szkeptikusak ezzel az egész zenei műfajjal kapcsolatban, úgyhogy jöjjenek nyugodtan, vidámság és sok vidám kis blues muzsika ott lesz.
Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Pribojszki Mátyást hallották a telefonvonalban. A Pribojszki Mátyás benden játszanak, tehát 22-én szombaton 18 órakor a Hunyadi téren. Legyenek ott minél többen, élvezzék a muzsikát és érezzék jól magukat. Nektek sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, én is a legjobbakat. Azt gondolom, hogy Terézvárosnak egyre több olyan helyszíne van, ahova este is érdemes kimenni, leülni, körbenézni, pihenni, esetleg szép zenét hallgatni. Erre lehetőség van a Benczúr kertben is. Szilágyi Maja, a Benczúr kertnek a szakmai igazgatója, illetve a Benczúr ház szakmai igazgatója a vendégem, és a Benczúr kerti estékről fogunk beszélgetni. Milyen hagyományra nyúlik vissza ez a Benczúr kerti esték? Igen, én még szerencsés időszakban jöttem, 99-ben, és akkor virult ez a bizonyos Benczúr kert. Akkor még volt rá pénz, elegendő pénz ahhoz, hogy fel tudjuk tölteni tartalommal, és akkor igazából még az volt iskolánk is támaszt nyújtott, hisz a jazz tanszaka volt, és a jazz képzésnek volt a központja a Benczúr ház. Úgyhogy ott főként zenei estek voltak, és ezt azért éveken keresztül csináltuk, majd aztán a Benczúr ház bezárt 98-ban, és most adódott egy olyan alkalom, hogy ismét hosszantartó programsorozattal fel tudjuk tölteni a Benczúr kertet, és várhatjuk a vendégeinket. Az anyacég nem hangzott el, és ez azért nagyon fontos, hiszen mondtad, hogy zeneiskola működött, jazz tanszak működött, hát itt a postásról van szó, igen, ami azt gondolom, hogy ez egyik legmarkánsabb meghatározója volt a magyar zenei életnek, hiszen a postásnak volt szimfonikus zenekara, volt jazz tanszaka, volt iskolája, és egy nagyon aktív művelődési élet zajlott. Most itt az évszámokkal egy picit bajban voltam, mert szerintem 88-at akar mondani, hogy akkor 99-ben jöttem én. 99-ben jöttél, igen, de akkor 98-ban pedig mondtad, hogy akkor megszűnt a zeneiskola, tehát most itt nem találom a kapcsot. Igen, igazad van. Azt hiszem, hogy rossz, igen, mert 2008-ban szűnt meg a zeneiskola. Bocsánatot kérek, igen, itt az évszámokkal. Én jöttem 1999-ben a Benczúr házhoz, és 2008-ban szűnt meg a zeneiskola. Igen, én tévedtem egy nagyon egy csúnya. Tíz évet, igen. Ez hajszápontosan az a 10 év, amikor én vezethettem ezt a Benczúr házat, és én nagyon büszke voltam, és nagyon hálás voltam a sorsnak, hogy én ide kerültem, és hogy ezt tehetem. Sok szempontból hagyományt folytattunk, és sok szempontból meg is újultunk. Tehát mindenképpen itt a Postás Művelődési Központ helyett már Benczúr ház jelentkezett, és ez a megújulás, ez tartalmilag is nagyon sokat jelentett. Ami egyébként konstans maradt ez alatt a 10 év alatt, az maga a Benczúr kerti estéknek a tartalma. Tehát itt hagyományos volt, hogy a Benko Dixieland játszik, hagyományos volt, hogy az alternatív zenék megjelennek, és ilyen produkciók vannak. Hagyományos volt az, hogy különböző népek kultúráját mutattuk be, ami nagyon izgalmas volt Indiától egészen, azt kell, hogy mondjam, az indián kultúrákig. Tehát nagyon érdekes és izgalmas estek sorozata volt, és aztán egyrészt bezárt átmenetileg a Benczúr ház, másrészt amikor megnyitottunk, nem volt elegendő pénz, úgyhogy igazából most kaptuk, és hát igen, akkor térjünk vissza arra, hogy ki a fenntartó, mert a fenntartó az a Magyar Posta. A Magyar Posta alapítványon keresztül tartja fenn a házat, és ez évi nyár, ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy ugye ebben az évben május 1-én ünnepelte a Magyar Posta 150 éves fennállását, úgy, mint Magyar Posta,
és ez nekünk lehetőséget adott arra, erősen megtámogatva a tulajdonossal, mert hisz a ház is a Magyar Posta tulajdona, hogy mi itt most egy rendezvénysorozatot tartsunk a Bencz úr kertben. Amikor tavasszal találkoztunk, amikor készültetek erre a 150 éves jubileumi sorozatra, akkor beszélgettünk magának a háznak a történelméről, ami rendkívül érdekes, az építetőről, az alapító személyéről, és egyáltalán ennek a létéről, ennek az intézménynek a létéről. Aztán utána szóba került, hogy bezárt egy időre a Bencz úr ház, és hogy most megint működik. Persze más felállásba, a Posta Múzeum is máshova kerül. Tehát annyi minden más, hogy alakul ugye a kor szellemének, illetve az anyagi fedezetnek a függvényében. Most hogy néz ki maga az épület, hogyan működik, és hogyan működik a Bencz úr kert? Nem összetévesztendő azzal a Bencz úr kerttel, amely most felújításra került a játszótérrel, és ami egy csodálatos közösségi színtér lett, de a maga az a Bencz úr kert, ahol a Bencz úr kerti esték vannak, ez nem fedi a kettő egymást. Igen, nagyon köszönöm, Lilla, hogy erre kitértél, mert ez bevallom összítő, nekem erős fejfájást okoz. Mert mi a Bencz úr kertet már annak idején, tehát ezelőtt most már közel 20 évvel elindítottuk úgy, hogy Bencz úr kerti esték. Vagy nevezhetem azt is, hogy folytattuk, de elnevezésben valóban 20 év, körülbelül 20 évvel ezelőtt neveztük így. És akkor a legnagyobb megdöbbenéssel, hisz láttam a készületeket a játszótérrel, és én bevallom őszintén, hogy szinte már hatodik kerületi lakosnak érzem magamat, mert figyelem, hisz kutyám van, és sétálunk állandóan, és itt élem azt hiszem kétharmadát az életemnek, és figyelem, hogy hogy alakul a kerület, és egészen megdöbbentem, hogy micsoda pazar szép játszótér van, és akkor a legnagyobb megdöbbenéssel látom kiírva, hogy Bencz úr kert. Na most kétségtelen tény, hogy összetévesztik az emberek, tehát számtalanszor van az, hogy bejönnek anyukák, hogy jönnek a játszótérre, akik ugye még újonnan érdeklődve állítanak be, úgyhogy már a portásunk tudja, hogy a játszótér az odébb van három épülettel. A másik pedig az, hogy nekünk be kellemetlen, mert ugyanakkor elmennek arrafele a nézőink. Tehát nagyon kellemetlen, majd azt hiszem, hogy Hassai Zsófia polgármester asszonya jó lenne egyszer leülni és megbeszélni ezt, hogy mit csináljunk, mert én próbálkoztam kitalálni valami más nevet magunknak, de igazából nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert frappáns a hangzása annak, hogy Bencz úr kert, és Bencz úr kerti esték, tehát rövid és frappáns. Hát meg a valót fedi. És fedi a valót, mert valóban egy gyönyörű nagy kert, egy csodálatos növényzettel megáldva. És gyönyörű színpaddal. Egy gyönyörű színpaddal, és több száz néző lehetőséggel. Tehát ez egy kiváló helyszín. Én bízom abban, hogy jövőre már talán meg tudunk állapodni, hogy hogyan és miként is működjünk. Hát a másik az, hogy tudatosul a két helyszín akkor az emberekben, hogy ez egyikre szolgál, a másik pedig a másikra szolgál. Hát, hogyha könnyebb lesz, akkor igen, és akkor már tudni fogják az emberek is. Csak is táblákat kéne kíteni, hogy a Bencz úr kerti esték a Bencz úr háznak a kertjében, hát és akkor innentől kezdve már nem lesz olyan nagy probléma. Igen. Visszatérve magára a tartalomra, hogyan sikerült a mostani nyári estéket megtölteni? Milyen napokon lesznek a hangversenyek? Kik lesznek a fellépők? Általában a szerdai napokat választottuk ki, mert gondolunk mi azokra a nézőinkre is, akik hétvégén elmennek a kisházakba, vagy hétvégi pihenőre, úgyhogy szerdát választottuk ki, és általában az eső napok csütörtökre kerültek. Már két estünk lement fantasztikus sikerrel, Miklós Erika volt az egyik, ilyen est, a másik pedig egy operett gála, de mind a kettő telt házakkal. Én bízom abban, hogy a többi előadás is. Igazság szerint van vendégünk is ezen kívül, tehát a saját rendezésünkön kívül, saját rendezésű estjeinken kívül van egy olyan megállapodás köztünk is a Rózsavölgyi Szalonnal, hogy ő, mivel 5 éves már a Rózsavölgyi Szalon, kitelepül ide a kertbe is. Úgyhogy éppen most várom, hogy megérkezzenek a díszletek és jelmezek, és holnap és holnap után pedig a romance.com előadást láthatja a néző, Jordán Tamás és Molnár Piroska főszereplésével. Úgyhogy most már próza is meghonosulni látszik a színpadunkon.
Ez azt jelenti, hogy a színpad technikátok olyan kiváló, hogy sok mindenre ad lehetőséget? Nem, a színpadi lehetőségek olyan kiválóak, de a technika nem, tehát a technikát azt béreljük. Egyelőre nincs, az egy igen jelentős befektetés lett volna, amire egyébként az alapítványi működtetésű háznak nincs tőkéje, meg talán nem is fontos, hogy legyen, mert hisz nagyon sok, nagyon drága mulatság lenne, és nincs értelme. Nincs értelme, mert ez csak szezonálisan működik. Egyébként nem tudnánk használni a technikát, tehát így egyszerűbb, hogyha béreljük, de technikailag tökéletes. Hány előadással készültök saját rendezésbe a Berc úr kerti estékre? Igen, még van 6 koncertünk, tehát összesen 8 koncert, és azon kívül két-két előadás a Rózsavölgyi Szalontól, ez a romance.com, ami holnap után és azután, tehát kedden és szerdán van, és a másik ilyen előadás, két tehát előadás. Tehát akkor 18-a, 19-e, mert van, aki az ismétlést látja, nehogy megtévessze őket. 18-19-e, és utána az Amazonok lesz a Rózsavölgyi Szalon előadásában. Én azt tudom ajánlani, mert nekem is ámpuskáznom kell, hogy mikor lesz, azt tudnám ajánlani, hogy van nekünk egy kiváló honlapunk, ami kifejezetten csak erre a Benc úr kerti estékre szól, tehát bencurkertiesték.hu, és ezzel a címszó, de ha beüti azt, hogy Benc úr kerti, bepötyögi, hogy Benc úr kerti esték, akkor is kijön a honlap, és rá tud klikkelni az érdeklődő, úgyhogy én azt ajánlanám, mert ott aztán mindenfajta egyéb információ is megtalálható. A szertnák azért is jók, mert gyakorlatilag hétköznap sokkal kevesebb a lehetőség. Igen. A Hunyadi téren is szombatonként vannak, igen, most már a nyáresti koncertek, tehát azt gondolom, hogy ezt is figyelembe. Igen, ügyelni kell arra, hogy a rendezvények inkább erősítsék egymást, és ne üssék egymást, ne egymás elől vigyék el a közönséget, viszont azt gondolom, hogy tényleg nagyon tartalmasan lehet eltölteni, igen, itt Terézvárosban, illetve Budapesten is. Igen. Az komoly zene és a komolyabb műfajt kedvelőknek is. Igen, én nekem van egy fájdalma, mint szakmai fájdalom, bevallom őszintén, és ha már itt vagyok, akkor hadd mondjam el, hogy én nagyon sajnálom, hogy nincs egyeztetés, mert egymást kellene erősítenünk, és nem egymást gyengíteni. És egy amerikai barátom járt itt Budapesten, és azt mondta, hogy én nekem már nincs kedvem sehova sem menni, mert annyi minden van, hogy nem tudok választani. Uh-huh. Talán, ha összeülnénk, annak idején volt egy nagyon jó kis művészeti tanács a önkormányzaton belül, és az nagyon jól működött. És én, ha összetudnánk jönni, de hát ezt már fővárosi szinten lenne érdemes csinálni. Nagyon el kellene, hogy ne üssük egymást, hanem egymást segítsük, magyarán ne rendezzünk rá, számtalan rendezvény rátelepül egy napra, és éppen ezért nagyon nehéz a választás is. Kicsikét úgy érzem, hogy túlságosan burjánzó a kínálat, talán egy kicsit visszafogottabb jobb lenne. Akkor nézzük meg, hogy az a hátralevő 6 előadás, amit ti rendeztek, az mi lesz? Igen, hát Szulák Andrea következik, kérem szépen. Ő most kivételesen csütörtöki napon lesz, úgyhogy ez most 20-án, tehát egy pár napon belül Szulák Andrea estje lesz, önálló estje lesz, és utána augusztus legelején, augusztus 3-án lesz a Muzsikás Együttes, majd augusztus utolsó hetébe kerül sor a Tolcsvai estre, szintén a saját zenekarával, Tolcsvai László saját zenekarával lép fel, és szeptember elején, szeptember 7-én lesz a Forte táncegyüttesnek Bartók koncertójára komponált táncjátéka. Azt gondolom, hogy annyira változatos a program, hogy tényleg mindenki megtalálja a kedvére valót. Miért ennyire színesen állítjátok össze? Bevallom őszintén, hogy negyed századonként követtük a fejlődést, tehát az alakulást, nem véletlen. Tehát a 150 évet úgy foglaltuk keretbe, hogy szétbontottuk negyed századokra, és azt néztük, hogy az első negyed században mi dominált, hát ugye ott Verdi, uh-huh, így jött Miklós Erika, akkor a következő etapban mi dominált az operettnek a fejlődése. Tehát zeneileg próbáltunk, uh-huh, végigmenni ezeken a negyedszázadokon, és így jön ki aztán a 150 év. 150 évben nagyon sok minden belefér, igen, benne van az építkezés is. Igen. Hogyan néznek ki a nyáresteken túl a Benc úrháznak az élet, a hétköznapjai?
Igen, hát ilyenkor nekünk mindig szünet van, tehát azért ez egy hozzávetőleges szünet, mert azért a Bentúrházban működik a postamúzeum is, tehát az viszonyítva van egész nyáron, sőt, ilyenkor... Mennyire kedvelik az emberek a postamúzeumot? Érdekes, hogy egyre népszerűbb. Én mindig meglepődök ezen, mert hát annyira speciális, de olyan interaktív múzeum, amit élvezettel használnak a gyerekek, ezt tényleg használják. Hány éves kortól lehet élvezni? Én szerintem olyan 3 éves korban, bár láttam kisebbet is, hát ez persze fejlesztjük, de 3 éves kortól már bátran. Hát először is ott kezdődik, a 3 éves gyerek számára egy tárcsázós telefon ismeretlen. Szóval ott áll, és meg van szeppenve. Na most akkor ő tárcsázik, és akkor mondja neki az apukája, hogy akkor az egyes tárcsáz, és főtárcsáz, és akkor jön a mese. Most akkor a gyerek tökéletesen megnyugszik, és akkor az a 3 éves gyerek egész biztos, hogy onnan elráncigálhatatlan. Tehát ilyen szempontból, és akkor a nagyobbacskáknak már ott vannak a különböző kapcsolási rendszerek, amikkel játszhat, vagy ott van a telefax, ugye, vagy a telex gép, ami nagy behemót és zizeg, zörög, mindent csinál, és a gyerek telexezhet, és meg fogja kapni a szomszédszobában lévő másik, vagy csőpostázhat. Tehát nagyon sok mindenhez engedünk hozzányúlni, engedjük, hogy a gyerek megtapasztalja, és gyereknek, felnőttnek, ugye a felnőttnek egy kis nosztalgia, pláne, hogyha a nagyszülőről van szó, a gyereknek pedig egy élvezet, mert valami olyan technikával találkozik, ami el sem tudott képzelni, hogy ilyen van és létezik. Tehát ilyen szempontból nagyon jó. Na most milyen nyitvatartás ideje egyébként? Reggel 10-től 6-ig, és ugyanúgy, ahogy a klasszik, tehát ő hétvégén is nyitva van a postamúzeum, és látod, megszemélyesítem. Igen, nekem már olyan fontosak ezek. És hétfőn van zárva, fél hétfőn van zárva, tehát ugyanúgy, ahogy a többi múzeum is hétfőn zárva van. Ez az egyik, a másik pedig, hogy maga a Bentúrház, tehát a szalonjaink, azok olyan szinten üzemelnek ilyenkor nyáron, hogy ilyenkor vannak az esküvők, és akkor bérbe veszik a csodálatos szalonjainkat, és akkor ott sok-sok esküvő zajlik. Úgyhogy azért van élet, bár kétségtelen tény, hogy a személyzet, a munkatársaim ilyenkor mennek szabadságra, pihenik ki a fáradalmakat. Készültök a következő évre. Mikor záródik le a jubileumi év? Szeptember végén. Szeptember végén. Lesz-e valami látványos nem, vége? Mi nem tervezzük. Nekünk ez, én úgy érzem, hogy elég tartalmas. És utána pedig, hát ugyanúgy a hétköznapok életét fogjuk élni, amit én nagyon szeretek, mert akkor jönnek a kismamák a gyerekekkel a babamama mozgásra, jönnek az idősek a nyugdíjasok mozgás óráira, jönnek a nyugdíjas klubokba, jönnek a különböző esti rendezvényeinkre, tarka-barka rendezvényeink vannak, de kétségtelen tény, hogy erős, elementáris erővel koncentrálunk a klasszikus zenére, mert ebben a szalomban egészen rendkívüli tud lenni a klasszikus zene, úgyhogy bízom abban, hogy ezek az ifjú titánok, akik egyébként mindig a virtuózokban is feltűnnek, tehát előbb nálunk, utána a virtuózokban, mert lehetne fordítva is. Úgyhogy minden esetre ezek a fiatal művészek ott vannak nálunk. Érdemes nézni a programjainkat, mert sok kiváló tehetséggel lehet megismerkedni. Szinte azt kell, hogy mondjam, hogy testközelben, mert szalonzenét játszanak. Hát reméljük, hogy rengeteg ifjú tehetséggel fogunk találkozni, és nagy ágyukkal, mint ahogy a Bentúr kerti esteken elhangzott nevek erre biztosítékot nyújtanak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Az elmúlt időszakban nagyon sok híres művész hagyott itt minket, legutóbb Schubert Éva. Elszomorodtunk a híren, hiszen nagyon sokan kedveltük a művésznőt. Emlékezni fogunk most rá Géczi Dorottyával, aki hosszú évtizedeken keresztül együtt játszott vele. Szervusz, Dorli, köszöntelek. Szervusz, és köszöntöm a nézőket. Azért vagyok szomorú, mert legutóbb azt hiszem itt pont Marik Péterről emlékeztetek meg. Pontosan. És előtte egy pár héttel még ő volt itt, aki Németh Marikáról, a feleségéről beszélt. És nem olyan régen beszélgettünk, Csala Zsuzsikáról, Gazdag Lacikáról. Szóval sajnos ez egy nagyon rossz érzés, hogy a Vidám Színpadnak valóban volt egy ilyen fénykorszaka, aranykorszaka, és valóban ezek a nagynevű, nagy személyiségű emberek, ezek sorba elmentek. Na most följött egy generáció, és ugye miután most azért egy kicsit másfajta stílusban van a kabaré, és maga a könnyű műfaj, azért mondom ezt a könnyű műfajt idézőjelben,
mert abban a periódusban a könnyű műfajt azt úgy mellőzték, illetve a közönség imádta, és rengetegen bejöttek, és zsúfolt ház volt. De valahol a szakmában, amikor adták a kitüntetéseket, akkor a könnyű műfajra azt mondták, hogy hát ez az könnyű műfaj, és inkább a Nemzeti Színház, a nagy próza, pedig én emlékszem, hogy a 3K, Kazalka, Boski, Bédi. Én velük beszélgettem rengeteget a társalgóban, hogy milyen nehéz vígjátékot játszani. Ezerszer nehezebb, mint drámát, mert az embernek rögtön egy ilyen fenti állapotba kell a színpadra lépni, mert a dráma az ad egy épülést, tehát el lehet indulni, és az majd építi magát a szöveg. De a könnyű műfajban, az úgynevezett zenés vígjátékokban, ez sokkal nehezebb. Épp a napokban voltak Lillás reggeli felvételek, és Benedek Miklós volt az egyik vendégem, és apukájáról, Benedek Tiborról, igen, a vidám színpadbeli produkcióiról beszélgettünk, hogy az a 3-4 perc, amíg az édesapjáé volt a színpad, az alatt kellett megcsinálni a sikert, kellett egy országos hírnévre szertenni, és amit ők csináltak, vagy ti csináltatok, azok a mai napig is fennmaradnak. Igen, de hát ez így fel volt osztva, mert a Vidámnak volt egy kabaré részlege, a kabarésok, és volt a kis színpad, ami a Kamaraszínház volt, ahol a három felvonásos darabok mentek. Schubert Évával melyikben dolgoztál együtt? Azért akartam éppen mondani, hogy volt egy Bubus, amit játszottunk több százszor, és Éva az én mamámat játszotta abban. Bodrogi volt a férjem, Rátonyi Hajnika a kislányom. Több százszor ment, hát Vasari darab, és a Muráti Lili ott volt a premiéren. És a Schubert Éva nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az én korosztályom. De hogy milyen érdekes, hogy tudtam a lánya lenni, ő tudott az anyám lenni, és valahol ez teljesen hihető volt, pedig majdnem egy szinten voltunk így korban. Szóval, hogy milyen érdekes ez a színészet, hogy az ember abban a pillanatban azt éli, annak érzi magát, akit játszik. Na most a Schubert Évával én együtt öltöztem. Ő egy hallatlan műveltségű ember volt, több nyelven beszélt, és hát ő tudta, hogy én imádom a francia nyelvet a sanzonokon keresztül, és vele mindig azért, hogy gyakoroljuk a francia nyelvet, az öltözőben mindig franciául beszélgettünk. És emlékszem egyszer a Kabos Laci benyitott, és hallja, hogy mi itt gyönyörűen beszélgetünk franciául, azt mondja, hát most hova kerültem, hát nem Párizsban vagyunk, ez a vidám színpad, mondta a Laci. De szóval feledhetetlen az Évát, én nagyon sokszor meglátogattam, főleg az utóbbi időben, amikor már nem tudott elmenni hazulról, és rengeteget beszéltünk ezekről az időkről, amikor ilyen nagyszerű zenés vígjátékokat játszottunk együtt, sőt volt a Horváth Tivadarral, nekünk volt egy olyan baráti körünk, hogy előadás után volt egy hely, ahol mindig leültünk, és Tivadar, hát ő mindig borozgatott egy kicsikét, a Schubert meg én, mi arról voltunk híresek, hogy mi soha nem iszunk egy korty alkoholt sem. Szóval az Évával és a Tivadarral, és komolyan ezekkel a nagy tudású művészekkel egy élmény volt beszélgetni, és ott üldögéltünk éjjel kettőig néha, és hazament az ember, és úgy megtelt. Szóval a művészetnek azzal a mélységével tudtunk beszélgetni, amit élünk nap mint nap, és amihez rengeteg tolerancia kell. Schubert Éva egy érdekes személyiség volt a színpadon, és tulajdonképpen benne volt a dráma, és benne volt a komika. De én, ahogy ismerem őt, vagy ahogy néztem, pont alkatából, vagy személyiségéből inkább a komikus és a karakter szerepek jutottak neki. Volt-e benne hiányérzet, hogy nem tudott Stuart Máriát, vagy ilyesmit Nem játszani? Volt, mert ő áttért. Na most ezek periódusok, amit színészek átélnek korral, de ő miután ezt ki tudta élni, mert hát ő sokáig volt a Víg Színházban. Most ez a Vidám Színpad azért volt érdekes, mert sorban jöttünk oda valahonnan, tehát ő a Víg Színházból jött, nagyon sokan jött, hát a Mezei Mariska, hát emlékszem, hát ő komoly nagy nemzetis víges, hát komoly nagy drámai színésznő, és hogy olyan humora volt, igen. És ugyanilyen volt az Éva. Az Éva mindent el tudott játszani, és egy pillanat alatt átcsapott a vígjátékból
a humorból egy pillanatát voltak ilyen drámai, mély pillanatai. Úgyhogy sorban érkeztünk a Vidám Színpadnak különböző éveibe, abban a színházban, és amikor ez a társulat összejött, én komolyan mondom, ott a társalgóban, ahogy üldögértünk, ott nagyon nívós beszélgetések voltak. Mi volt az ő magánéletének a kulcsa? Miben érezte jól magát? Milyen szórakozásokat kedvelt? Nem volt igazán olyan, aki megnyílik. Én legalábbis úgy éreztem az öltözőben, amikor mások is benn voltak, ő akkor csöndben volt. Ő csak akkor nyílt meg, akivel úgy érezte, hogy méltó rá. És én, hát én emlékszem még a Verebes Karcsi, a Verebes Pisti apukája, de ez nem közös gyerek, igen, hanem a Verebes felesége Karcsi volt, igen, az ő férje. Na most volt a Petőfi Színháznak előtte egy ilyen nagy periódusa, nekem még módon volt a Verebes Karcsival együtt játszani. És ők nagyon szépen éltek. De akkor már, amikor a Vidám Színpadon együtt játszottunk, akkor ő egyedül volt, de imádta és imádta át a lányát nagyon. De ő neki a család, én úgy érzem, hogy szent volt, ugyanúgy, hogy a színpad is. Említetted a családot, hogy milyen nagyon fontos volt számára. Azt is, hogy rendkívüli műveltségű hölgy volt. Mi a tévénézők, ugye, azokból a filmekből és jelenetekből ismerjük az ő habitusát, amelyet láthattunk. Mennyire volt benne azokba az úgynevezett belső csíntevésekbe, amelyek nap mint nap kísértik a színészeknek az életét? Nem ilyen volt ő. Nem ilyen volt ő. Ő ezt az intellektust behozta a színházba, és ő nem tudott, én tőle soha nem hallottam egy csúnya szöveget, egy csúnya káromkodást. Valahogy ebbe nagyon hasonlítottunk egymásra. Én azt hiszem, hogy ezért tudtunk mi néha beszélgetni, és ezért alakult ki köztünk egy ilyen egymást tisztelő és egymást toleráló kollegialitás. Szóval az Éva, én úgy érzem, hogy ő, akinek úgy érezte, hogy méltó rá, át tudott adni sok mindent. Hát beszélgettünk élményekről, beszélgettünk külföldről, ő is nagyon sokat utazott, imádott utazni, és ő is ugyanúgy tanulni akart. Szóval ő benne megvolt az, hogy azért megy el külföldre, hogy beüljön egy színházba, és azért jár, és olvas, és imádtam azt, hogy rengeteget olvasott. Ő vele az öltözőben könyvről, zenéről, imádta a klasszikus zenét, ő vele mindenről lehetett beszélgetni, de amikor már bekerültünk a társalgóba, és ott Alfonzó hülyéskedett, és ott mentek a mindenféle bolond szövegek, akkor ő hallgatta, ült, nem ítélte el, de valahogy egy picit, ő egy... Kívülálló maradt? Finom dáma. Uh-huh. Finom dáma, és volt egy nagyon jó kisugárzása. Említetted, hogy az utóbbi időben elég sokat látogattad meg, hiszen már nem nagyon tudott kijönni a lakásból. Mi volt a halálának az oka? És milyen volt az elmúlt időszaka? Az volt a borzasztó, hogy akkor már, amikor hát ő tolókocsiban ült, és hát én többször hívtam őt telefonon, és nagyon nehezen jutott odáig, hogy fogadjon egyáltalán. Lehet, hogy neki kellemetlen érzés volt, a sok minden mozgás, csapkodta. Emlékszem, volt a Búbusban egy olyan jelenet, ahol úgy csapta át a lábát és a szoknyáját, mert valami köztünk volt, ez egy pár jelenet volt, anya és lánya közti pár jelenet, és valami miatt ő haragudott, és ezt egy ilyen lábcsapással jelezte. Ezt úgy tudta megcsinálni, hogy minden este nyílcini tapsot kapott erre a mozdulatra. És valóban volt egy olyan érzésem, hogy ő nem szívesen láttatta magát a tolószékben. És érdekes módon, amikor fölmentem hozzá, hát a belvárosban lakott, hogy a lányáról beszélt főleg, nem nagyon beszéltünk színházról akkor, pedig mindig az volt a közös téma, és valahogy éreztem azt, hogy nehéz neki az, hogy ő nem játszik. Hát én azt hiszem, hogy minden színésznek nagyon nehéz, ha valami baj van, vagy ha nem baj miatt nem játszik, hanem olyan a periódus.
Szóval a színész az egy furcsa ember, de én azt hiszem, hogy egy színész olyan elhivatott, hogy minden a színház. Mi pedig szerettük a játékát, megtartjuk őt jó emlékezetünkben, a jó felvételekkel, a jó jelenetekkel, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm szépen, és örülök, hogy játszhattam vele. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most nem menjenek el, mert megismételjük az Ez történt a héten című összeállításukat, én pedig egy hét múlva ismét árulom őket. Viszontlátásra! Stílus, divat, elegancia, mert nőnek lenni jó. Power Lilla ruháit a Mystic Day divatáru nagykereskedés biztosítja. Power Lillát a Merrill Fashion ékszerei varázsolják még elragadóbbá. Power Lilla frizurája a Pomádé szalonban készült. Harmadik hét a Terézvárosi Napközistáborban. Pápára kirándult a 6. kerületi Mozgássérültek Egyesülete. Bajzás nyári táborozó programjai Dunabogdányban és Jászboldogházán. 90 éves lett dr. Bán Éva. A Farkas Ensemble koncertje a Hunyadi téren. A Kossuth Díjas színművészre Schubert Évára emlékezünk. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. A Terézvárosi Napközistábor harmadik hetében ezúttal még utoljára kilátogathattak a csoportok az állatkertbe. Ezen kívül voltak a gyerekek a Városligetben, az Ugrálóban és a kerületi sportpontban is. A táborozók egy része görkorcsolyázni tanult, és ismét ellátogattak a Tarzan Parkba is. Ezúttal az úszók csoportjának oktatásán forgatott stábunk a Bajza utcai úszodában. Terézvárosi Napközistábor harmadik hetében vagyunk, és most a sportcsoportot látogattuk meg. Minden nap járunk ide a gyerekekkel, mi az úszócsoport vagyunk, és a délelőtt folyamán minden nap ide érkezünk körülbelül 9 órára, és vagy egy órát, vagy másfél órát tudnak a gyerekek részt venni az úszás oktatásban. Az úszás arról szól, hogy egy részét a gyerekek rendes oktatás szerűen kapják, és utána pancsikolnak a vízben. Ez történik délelőtt, és aztán a délután folyamán mindig van valami külön program, vagy a Benc úr kertbe megyünk, vagy valamilyen játszótérbe, vagy központilag szervezett programokon veszünk részt. Meséltek nekem, hogy milyen ez a napközistábor, milyen programokon vesztek részt, mi tetszett eddig a legjobban, mi a kedvencetek. Tulajdonképpen, amit a táborról kell tudni, ezek szórakoztató programmal teli, időeltöltés, és több csoport található. Az egyik úszás csoport, van egy olyan csoport, ami csak össze-vissza megy, kézműves csoport, és zenés torna, és mi vagyunk az úszás csoport, és van infócsoport. Úszás csoport, mit jelent ez az úszás csoport? Ez
az, hogy minden nap eljövünk úszni, és visszamegyünk a táborba, és ott minket vár a sok gyerek, hogy játszassunk velük. Szerinted miért fontos az úszás? Hát, hogy elején azért nem tanult meg mindenki úszni, de most már azért elkezdtünk tanulgatni úszni, és ezért fontos a sportolás is. Neked miért? Te miért szereted az úszást? Miért pont az úszó csoportba jelentkeztél? Azért, mert a tanárom van itt, az úszás csoportba, és vele sokat tudunk megtanulni úszni. És amikor valamikor mi bajban vagyunk, akkor azt gondoljuk a fejünkben, hogy mi tényleg tudunk úszni. Meséljetek nekem, hogy milyen programok vannak így az úszáson kívül? Van ilyen játszótér, állatkert, sajnos már nem lesz több, mert hogy úgy volt, hogy 3 heten keresztül majdnem az összes csoport állatkertbe ment. Úgyhogy nyilván úszás csoport így nem megy strandra, mert folyamatosan úszunk, de ami így az úszodában van, az egy úszás oktatás, és a végén általában így játék. Te egy hete vagy itt a táborban, neked mi tetszett eddig a legjobb, mert mi a kedvenc szabadidő foglalkozásod? Hogy kilehetünk a friss levegőn, és játszhatok a gyerekekkel. Azt meséljétek meg el nekem, hogy hová mentek még nyarolni, ha vége a tábornak? Én Ausztriába, és Bécsbe egy hétre, és hétvégén, most ezen a hétvégén pedig Egerbe. Neked hol lesz a pihenés még? Ha vége lesz a tábornak, 24-én megyek Dekatáborba, nyertem az iskolától. Utána megyek 3 hétre a mamámékhoz, utána meg megyünk Franciaországba. Hát akkor további jó szórakozást nektek, köszönöm szépen. Nyár nem csak a strandolás, hanem a kirándulások ideje is. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Terézvárosi Szervezete egynapos kirándulást szervezett Pápára 30 fő részvételével. A fakultatív programok között voltak, akik ellátogattak a gyógy- és élményfürdőbe, majd megtekintették a Kék Festő Múzeumot. Ezek után a pápai református gyűjtemény múzeumát járták be idegenvezetéssel, záró programként a felújított Eszterházi kastélyhoz kirándultak, ahol korhű ruhákba öltözött fiatalok mutatták be a főúri életet. Itt szintén idegenvezető kalauzolta a társaságot. A kirándulás úti költségét a Terézvárosi Humán Bizottság pályázatán nyerték. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz Herszülné Rohonyi Olga, a Terézvárosi Mozgássérültek Egyesületének elnöke. A Bajza utcai általános iskolában nyáron is a diákoké a főszerep, mégpedig a számos tábori programban, amelyeket nekik szerveznek. Júniusban a Nebulók Terézváros gyermeküdülőjében Dunabogdányban jártak, ahol a szokásokhoz híven igazi nyári körülmények között telt a nyaralás, és még a Szentendrei Tűzoltó Parancsnokság segítségével egy tűzoltó autó is érkezett hozzájuk. Július elején a diákok egy csoportja Jászboldogházán volt, ahol tehenet fejtek, megnéztek egy kombányt, megismerkedhettek a falusi élet szépségeivel, majd ellátogathattak a Jászberényi állatkertbe is.
Júniusban ismét a bajzások vették birtokukba a Dunabogdányi tábort. Az első héten a kisebbek, a másodikon a nagyobbak érkeztek az üdülőbe. Az időjárásra nem lehetett panasza a táborozóknak. Az első héten olyan szokásos programokat, mint az egyéni sportversenyek, szolgáltatóház, kézműveskedés, kaszinó az idén egy újdonsággal bővítették. A Szentendrei Tűzoltó Parancsnokság segítségével egy tűzoltó autó érkezett hozzájuk. Megismerkedhettek a tűzoltók munkájával, felszerelésével és az autóban található eszközökkel. A bemutató végén felpróbálhatták a ruhákat, a sisakot, és felvehették az oxigénpalackot is. A végén még egy kis tűzoltásra is volt lehetőségük. Jártak Visegrádon, a Péknél, fagyiztak, játszótereztek, kézműveskedtek, és persze kihasználták a medencét, ami az egyik legkedveltebb program volt. A két turnus cseréjének napján egy rövid időre rekordszámú bajzás volt a táborban. A második héten a hagyományos programokat az idén az Apátkúti völgyben tett 13 kilométeres túrával, a Szentendrei szigetcsúcshoz tett kirándulással és Vácnál sárkányhajózással színesítették. Mindkét hét vásárral zárult, ahol a táborozás alatt gyűjtött bogdánykákból különböző ajándékokat lehetett vásárolni. Mindkét csapat szép élményekkel térhetett haza. Július második hetében 18 elsős, harmadikos és negyedikes bajzás diák ismét útra kelt, hogy Magyarország egy újabb tájával ismerkedjen meg. A választás az idén Jászból Dokházára esett. A tábor ideje alatt sok érdekes programon vettek részt, megismerkedtek az önkéntes tűzoltók munkájával, jártak Gergő gazda tanyáján, ellátogattak Csaba bácsi tehenészetébe, ahol még a frissen fejt tejet is megkóstolhatták. Láttak gólyákat, bikákat, teheneket, libákat, tyúkokat, és közelről megnéztek egy kombányt. Megtudhatták, hogy nem csak a cefrének van pálinka szaga, hanem a kukorica silónak is. Pónifogaton és biciklivel fedezték fel a környéket, fürödtek a tábor melletti strandon, és ellátogattak a Jászberényi állatkertbe is, ahol részt vettek a mongúzok etetésén. Délutánonként különböző anyagokból karkötőt, szívószálból állatokat készítettek, és mindenki feldíszíthette saját ötlete alapján a baseball sapkáját, amit emlékül haza is vihetett. Reméljük jövő nyáron ismét útra kell a kis csapat, hogy újabb, ismeretlen helyet fedezzen fel. Dr. Bán Évát 90. születésnapi alkalmából otthonában köszöntötte Bundula Csaba, Terézváros alpolgármestere, és Varga Lászlóné, az önkormányzat nyugdíjas referense. A jeles évforduló alkalmából az alpolgármester az ajándékok mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. A doktornő számára a gyógyítás maga az élet. Olyan friss erővel bír, hogy úgy érzi, meg tudná hódítani a világot. Pedig egész életében rengeteget dolgozott. Betegei előtt ajtaja éjjel-nappal, hétvégén, és ünnepnapokon is mindig nyitva állt és áll. El sem tudja képzelni, hogy gyógyítani másképpen is lehet. Szerinte éppen abban rejlik a hivatás szépsége, hogy orvosnak lenni nem egy rendelési időhöz kötött foglalkozás, hanem életforma. Azt vallja, hogy a gyógyítás olyan, mint a levegővétel, amit nem lehet szüneteltetni, vagy abba hagyni. Mint mondta, Terézvárost nagyon szerette és szereti, nem csak gyönyörű épületei, hanem színházai, kulturális intézményei miatt is. Kevés szabadidejében mindig szívesen járt színházba, koncertekre. Erre a kedvtelésre a jövőben az eddiginél kicsit több időt szeretne szánni. Jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek! Július 15-én a méltán népszerű Farkas Ensemble adott fergeteges hangulatú koncertet a Hunyadi téren. Ezúttal a Farkas Ensemble nem csak a zenekar tagjaival muzsikált, hanem még a zenekarvezető Farkas Sándor édesapja is szerepet kapott a nagy bőgő mögött. A Terézvárosban élő Farkas Sándor és zenekara repertoárján
A tradicionális cigányzenétől a népzenén és a klasszikusokon át a jazz, a mulatós és a pop is megtalálható. Az együttes bejárta Nyugat-Európát, az Egyesült Államokat és Kínát is, sokszínűségüket a Hunyadi téren is megmutatták. A koncertsorozat vendégei vastapssal jutalmazták a művészeket. Július 22-én szombaton 18 órakor Pribojszki Mátyás és zenekara lép fel a téren. Igazán kellemes koncertidő van itt a Hunyadi téren. Mit hoztak ma nekünk? Szép jó napot kívánok, köszöntök mindenkit sok szeretettel. A mai napra, vagy a mai estére hoztunk nagyon sok világzenét, köztük klasszikus zene, Monti Csárdás hallható lesz, a Brahmsöt, Magyar Tánc, híresebb számok, illetve lesz bossanova is, olasz bossanova számok, meg fel lesz swing, jazz számok is, és lesz magyar nóta is természetesen a kedves vendégeknek hallható lesz az is. Illetve még orosz cigány zené is fog a repertoárunkban szerepelni. Pár mondatban mutassuk már be az együttest, akik esetleg nem ismernék. Természetesen, hát a nagybőgős, idősebb Farkas Sándor édesapám, aki a Rajkó zenekarban tanult, végzett, és hát a legnagyobb művészekkel játszott szintén. Rokon zenekar, szóval rokonság a zenekar tagjai, a cimbalmos Csík Adolf, hát ővel egészen pontosan 3 éve játszunk együtt, került a zenekarba, 3 éve együtt játszunk. Kónya Miklós, tercprímás, aki nagybátyám, úgyhogy ezt nem is kell magam számomra bemutatnom, mert hát egy kiváló hegedűs prímás, illetve a brácsosunk, az pedig a Száztagú cigányzenekar szólamvezetője. Hogy jött létre az együttes? Az együttes úgy jött létre, hogy én kaptam meghívást Kínába 2013-ba, elsőnek Shanghai-ba, Pekingbe, harmadjára pedig Belső Mongóliába, és akkor én összeraktam egy zenekart, akikkel mint emberileg, mint zenéleg meg tudtam találni a közös hangsúlyt, és hát akkor összeállítottam a zenekart, próbákat csináltunk, és
annyira jó sikerült a közös munka, hogy azóta is együtt játszunk. Akik esetleg már lemaradnak a Hunyadi téri koncertről, azok hol láthatják önöket legközelebb? Mindig változó, van nekem egy oldalam a Facebookon, Farkas Ensemble néven, ott tudják megtekinteni, oda rakom ki mindig a legközelebbi játszást, ahol játszunk. Ott meg tudják tekinteni. Szeretném megköszönni a Terézváros önkormányzatnak a lehetőségét, hogy ma este itt játszhatok. Hosszantartó súlyos betegség után 86 éves korában 2017. július 11-én elhunyt Schubert Éva Kossuth-díjas színművész, akit olyan emlékezetes filmekben láthattunk, mint az Egy pikoló világos, a Felmegyek a miniszterhez, az N.N. a halál angyala, vagy a Kakukk Marci. A Szomszédok című teleregényről nem is beszélve. Személyében a 20. század második felének legendás magyar színművészét veszítettük el, aki 60 éves pályafutása során a legtöbb színházi évadot a terézvárosi teátrumokban töltötte. A mai Terézvárosi magazinban Géczi Dorottya művésznővel emlékezünk Schubert Éva Kossuth-díjas színművészre. Schubert Éva 1931. január 19-én született Budapesten. Tulajdonképpen kényszerből lett színész, mivel nem vették fel az egyetemre, arra hivatkozva, hogy apácáknál nevelkedett. 1949-ben kitüntetéses érettségije ellenére nem tanulhatott tovább. Gyors és gépírást tanult, majd gépírónőként helyezkedett el, azt követően felvételizett a Színház és Filmművészeti Főiskola esti tagozatára, ahol 1955-ben szerzett diplomát, ezután a Magyar Néphadsereg Színházához szerződött. 1957-58-ban a Vidám színpad, 1958-tól 1978-ig pedig a Víg Színház tagja volt. 1978-tól újból a Vidám színpad művésznője lett. Ezután a Játékszínben, majd pedig 2004-ben és 2005-ben a Soproni Petőfi Színházban játszott. Több mint 70 nagyjátékfilmben és tévéfilmben szerepelt. Legemlékezetesebb szerepe viszont mindmáig a Szomszédokban megszemélyesített Lillácska volt. Számos kitüntetést kapott. Érdemes művészlet 1984-ben, az 5. kerület díszpolgárává avatta 1999-ben, kiérdemelte a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét 2001-ben, 2013-ban pedig Kossuth-díjat kapott. 2011-ben csontritkulása miatt kerekes székbe kényszerült, több műtéten is átesett. Schubert Éva egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott. Betegsége ellenére 2015-ig aktívan dolgozott. A szereplés mellett több sikeres darab rendezőjeként is bemutatkozott. 86 évet élt. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy-két múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót a viszontlátásra.